Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Fekete István Szabad Egyetem 2023. januári előadásának hallgatósági sorai közt is, és köszöntöm azokat is, akik majd interneten követik ezt az előadást. Úgy tűnik, hogy kinőttük már megint ezt az irodát, ahogy kinőttük már tulajdonképpen a Fekete István Szabad Egyetem egyik első előadásán, Szakács Árpád előadásán is a termet. Most pedig Szakács Árpád kiadójának egyik állandó partnere a vendégünk, akit megkülönböztetett szeretettel köszöntök, tanár urat, Rafai Ernőt. Egy bikásparki augusztus 20-ai rendezvényen a Fekete István Szabad Egyetem úgymond kihelyezett előadásán, egy kerekasztal beszélgetésen már hallhattuk őt, de végre most eljött az idő, hogy itt nyugodtabb keretek között is előadást tarthat. Talán könnyű lenne, ha csak azt mondanám, hogy a szabad kőművesség egyik legnagyobb kutatója, de legyünk bátrak és mondjuk ki, hogy a legnagyobb kutatójává vált mára Magyarországon. Annak ellenére is, hogy azért a legtöbben nem így ismertük meg, hiszen az egyik legelső könyve talán a Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal című volt talán az első, ami Trianonnal foglalkozott, és ami sokunk szemét felnyitotta. Aztán a Trianon társaság elnökeként, elnökömként én is köszönhettem őt a 90-es években, és azt gondolom, hogy a nemzeti radikális oldal meghatározó történészévé, illetve tanárává, oktatójává vált, ezért nagy megtiszteltetés, hogy itt köszönhetem, és hát nem csak én köszönhetem itt, hanem a Fekete István Szabad Egyetem igazgatója, dr. Popé Gyula professzor úr is. Köszönöm szépen! Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Amikor Rafai Ernő mellett kell fellépnem, és bármilyen kisebb vagy nagyobb szerepet vállalnom, nem tehetem meg, hogy elfogultság nélkül kezdjem el a beszédemet. Ernő barátunk nélkül én most nem állnék itt önök előtt, ki tudja, hol kallódnék. Annak idején, amikor már 2 éve nem volt állásom, a bizonyítvány háború után, amikor alaposan elhúzták a nótámat Mesiárék és társai, akkor 2 év munkanélküliség után egy közös rendezvényünkön Ernő barátom, akit életemben akkor láttam másodszor személyesen, azelőtt csak a tévén keresztül tisztelhettem, mint államtitkárt, akkor egyszer csak megfogta a kezemet, az arcomat a fény felé fordította, és elindított a Jóisten által számomra kijelölt úton. Ez az út, hogy hogyan és merre vezet még, azt még nem tudhatom. Jelenleg ide vezetett ma este, itt vagyok, és örülök, jól érzem magam, és boldog vagyok, hogy itt lehetek önök között. Történészek vagyunk mindketten. Kutatjuk a múltunkat, hogy megértsük a bennünket körülvevő világot, és talán a jövőn körvonalai is földeredjenek előttünk. Történész és történész között azonban nagy különbség van, ezt valamennyien jól tudjuk. Itt van mellettem Ernő barátomnak egy régebbi könyve, Harcoló szabadkőművesség című könyve, amely 2011-ben jelent meg. Itt ebben a könyvben 3 csoportra osztja a jelenleg működő és létező magyar történész társadalmat. Nem hosszú az egész. Engedjék meg, hogy legalább 3-4 mondattal körvonalazzam, hogy hogyan is látja Ernő barátunk ezt a társadalmat, ezt a világot, és próbálják meghatározni, hogy hova tartozhatunk mi körülbelül ebben a társadalomban. Nos, kezdjem mindjárt, azt mondja az első csoport. Ma Magyarországon eszmetörténeti ideológiai szempontból
Alapvetően háromféle történész működik, ugye, írja Ernő barátunk. Az első csoportba a még mindig tevékeny marxista-leninista ideológiai alapon tevékenykedő történészek tartoznak. Ők ott vannak az egyetemeken, sőt a Magyar Tudományos Akadémia történész részlegén is, és a legmagasabb tudományos beosztásokban mérgezik az emberek lelkét, persze nem mint kommunista pártharcosok, hanem mint csöndes és megkérdőjelezhetetlen szavú szakemberek. Nos, ez az első csoport. Most itt van a Ernő barátunk szerint a második csoport. Azt mondja, a történészek egy másik csoportjába a neoliberális eszmei alapokon működő személyek tartoznak. Tudni kell, hogy a marxizmus, leninizmus, kommunizmus majdnem sajátos módon, majdnem fél évszázad uralma után Magyarországon a liberális történészek kevés kivétellel sajátos módon keletkeztek az úgynevezett rendszerváltozáskor. 1991 kora tavaszi napján, kora reggel több marxista történész felébredt és liberálisnak érezte magát. Ez kétségtelenül nem annyira a szerves fejlődés, mint inkább az egészséges életösztön jele volt. Hiszen a mai neoliberális történelmi politikai gazdasági korszakunkban ezzel a, idézőjelbe, bölcs eszmetörténeti metamorfózissal ott lehetett maradni a tudományegyetemeken, és be lehetett kerülni az akadémiára is, valamint el lehetett menni egyik-másik nyugati amerikai egyetemre vendégtanárnak. Na most nézzük meg a harmadik csoportot. A történészek harmadik, legkisebb lélekszámú csoportjába a konzervatív fölfogású tudósok tartoznak. Ők elfogadják a történelemben helyenként és koronként valóban meglévő osztályhat létezését, és megértik a liberális individuum szerepét is a történelemben, de nem abszolutizálják e tényezőket. Ehelyett azt állítják, hogy a történelemben minden a lélek, a közösségi és az egyéni lélek. Az emberi lélek pedig az istenség létezésének és teremtő erejének a következménye. Ebből következik, hogy a földi emberek történelemnek nevezett tevékenységét az Isten akarata intézi és szabályozza az emberi lélek befolyásolásával. Ez adja a keresztény globalizmus gondolatkörét, szemben a marxisták és liberálisok egy-egy tudott, egy-egy adott helyen és adott időszakban egyébként fontos részletet kiragadó történelem fölfogásával, szemben ugyanezeknek az anyagelvűségével és antiszemitizmusával. Nos, tovább nem folytatom, de szeretnék még rámutatni egy másik könyvből egy idézetre, amely azt bizonyítja, hogy valóban annak ellenére, hogy ilyen-olyan rendszerváltások és átalakulások folytak már nálunk, a kultúra terén, a művelődés terén, és főleg a történetírás terén sok minden a régi maradt. Ez a könyv 2020-ban jelent meg, Mr. Nyugodt Erő a címe, és ez beszélgetés Boros Péter egykori miniszterelnökkel. A könyv szerzője Koltai Gábor. Nos, mit mond Boros Péter a jelenlegi akadémiáról és a művelődés politikánkról? Szó szerint idézem. A jelenkori Magyar Tudományos Akadémia történész filozófiai tagozata a nyilvánosság előtt képviselt véleményei alapján nem a magyar nemzeti értékek és érdekek szolgálatában áll, hanem nagyon sok esetben annak ellentétében. A múlt képleteit hordozzák magukkal, sőt egyes egyetemi katedrákon olyan természetű mondatok hangzanak el, némelyikül alig leplezett nemzeti és kormányellenes megjegyzésekkel fűszerezve, hogy itt valami nincs rendben. Az átalakítása mai napig nem történt meg. Nem titok, Kosári Domonkost 1991 elején, tehát akadémia elnöke volt ugye, elején fölkereste, hogy az akadémikusi világban valamilyen szelekció mégiscsak kellene
a legszélsőségesebb személyek esetében nagyon megsértődött, hogy az akadémia ugyebár önálló, autonóm, az akadémia dolgaiba nem lehet beleavatkozni. Még egyszer mondom, az egyetemeken és az akadémián még mindig nem lett uralkodó szellemiség az, ami az országban már talán igen. Tehát a volt miniszterelnökünk szavait idéztem, aki még 2020-ban merészeli kijelenteni, hogy szellemi téren, a kultúra terén, a nemzeti hagyományok terén és a nemzeti tudat terén nem következett be, és talán még nem is következhet be a várva várt rendszerváltás. Ezen elgondolkozhatunk, és mindenki keresheti rá a választ, hogy vajon miért? Van nemzeti kormányunk, van nemzeti társadalmat vezető rétegünk, akkor hogy miképpen történhetik meg az, amiről fájó szívvel nyilatkozik egy volt miniszterelnök, aki sok mindent tudott, belügyminiszter is volt, sőt, titokminiszter is egy ideig. Tehát, ha ő ez ilyen kijelentéseket tesz, ezek nagyon mély kijelentések, és nagyon fájóak, hogy 30 évvel a rendszerváltás után itt vagyunk. És ennek ellenére, azt mondom, ennek ellenére dolgoznunk, tennünk, működnünk kell, szemben az árral, ha kell. És nevezzenek bennünket akár fantasztáknak, akár ilyen vagy olyan, mit tudom én, hamisítványíróknak, nem számít. Mi az igazat, csak is az igazat, tudományos alapossággal, de a nemzet javát és az igazságot szem előtt tartva tesszük a kötelességünket. Hát kívánom, hogy ez legyen a benyomásuk, amikor meghallgatják Raffay Ernő előadását újabb szabadkőműves könyveiről. Még utolsó mondatként, aki a szabadkőműves témához hozzányúl, darásfészekbe nyúlt. Ezt tudjuk valamennyien nagyon jól. Ennek ellenére bele kell nyúlni a darásfészekbe is. Egy-két szúrás nekünk meg se kottyan már. Ha eddig kibírtuk, a többit már játszva kibírjuk. Köszönöm szépen! Tisztelt alelnök úr, kedves Popéi professzor, Körösi Mária professzorasszony, tisztelt Reiner Péter, szeretettel köszöntelek, reménykedtem, hogy itt leszel, és egyéb barátaim, szeretettel köszöntöm Önöket. Nem hallatszik? Hallatszik? Jó. Eljön nem sokára az idő, amikor leveszem ezt a mikrofont, és leülök, ha szabad. Mert a derekam hétfő reggel megyek a kórházba, lehet akár most is. Budára. Most még bírom. Először is elnézést, hogy pár 2 percet vagy egyet késtem. Én mindig 30 perccel előbb szoktam érkezni, csak itten bolyongtam autóval, hogy találjak egy parkírozó helyet. Végül elmentem arra a belváros felé, jobbra behajtottam egy utcába, és a túlsó végén 1,5 kilométerre kaptam egy helyet, és amikor jöttem, akkor megnéztem, milyen utca. Bukarest utca. Bukarest utca. Mondjuk ennél már csak az lenne stílszerűbb, ha Szabadkőműves utca lenne, de olyan még nincs Budapesten. Tisztelt hölgyeim és uraim, a Tisza István gróf, amikor felszólalt a parlamentben, mielőtt szabadkőmesek meggyilkolták, Pogány József, stb. És a többiek, akkor mindig azzal kezdte a beszédét, hogy úgy tartja, hogy a parlamenti illem szerint az előtte elhangzottakhoz egy-két mondatot hozzátett. És ezek tanulságos hozzászólások voltak, csak azt szeretném mondani, hogy amiket itt a harcoló szabadkönyvesség hoztam, ja, majd a könyvemről külön, könyvemben írtam 9 vagy 10 vagy 11 évvel ezelőtt, azzal egyetértek. Egyetértek önmagammal. Annyi fejlemény történt az akadémiával kapcsolatban, hogy a kormányzat nagy elánnal neki ment az akadémiának, tehát a hegyek
egeret szültek, vagy hogy a csodába van ez a mondás, hogy az akadémiai tudományos intézeteket elvették az akadémiától, és létrehozták ezt a egy külön tudományos központot, és a Magyarország miniszterelnöke megbízott egy asszirológus professzort, hogy is ilyen Marót Miklós, ilyen Marót akadémikust, azzal, hogy vezesse. Minden maradta, és mindenki maradta helyén, kivéve a fizetésemelés, mert ugye egyből kormány irányítás alá kerültek a kutató hölgyek, urak, és egyébként minden változatlan. Tehát Erik Maria Remarque regényét idézem, nyugaton minden változatlan, Budapesten is, az MTA-n is minden változatlan. És még annyit muszáj ehhez elmondjak önöknek, hogy én, amíg Kásler Miklós régi barátom miniszter volt, addig engem odavett maga mellé tanácsadójának, hogy ne aljunk éhen. És ez nagyon jó volt, az volt a feladatom, hogy minden hónapban csinálják neki egy őszinte jelentést. Ja, ezt fölteszitek a Trianon és a kapcsolt részei is. Én elkövettem, tehát minden hónapban egy vaskos jelentést, és hát, ha jól hiszem, kettő jelentés az MTA második osztályáról szól, ahol a történészek, néprajzosok, politológusok, szociológusok, én mindenféle ilyen lógusok vannak. Személy szerint végignéztem, és személyről szól, tehát tényleg nem illik elmondani sok mindent, de a helyzet sokkal rosszabb, mint én azt korábban gondoltam. Mondjuk ebben a harcoló, stb. Könyvemnek az előszobában. Sokkal rosszabb, ugyanis az a rendszer, hogy az akadémikusok javasolják azt, hogy kikerüljön az akadémiára. Én olvastam ilyen jelentéseket, amikor Romsics Ignác, meg a, hadd ne mondjam a neveket, nem érdekes, javasolják a 20-30 évvel, 10 évvel, 15 évvel fiatalabb, pontosan ugyanolyanokat. És mit is mondott a 90-es években, ki volt, kit mondtál az akadémiai elnök? Ja, a Kosári professzor, emlékszem, igen, mondta is, mindegy, hosszú, hogy... Aztán a Glatzferi volt utána. Utána a Glatzferi, igen. Na, de hát a Glatz az sok... Na, mindegy. Tehát a Glatz professzorra lehetett beszélni, hát. Emlékszem, amikor a fiadnak volt a PhD védése, egyszer csak bejött az akadémia elnök, ott beszélgettünk. Tehát a kommunisták se egyformák, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát az a helyzet, hogy minden változatlan, ami azt jelenti jelen esetben, hogy még rosszabb. És olvasom, hogy ilyen 30 év körüli által nagyon irigyelt az életkoruk, mert fiatal srácok azt írják rólam, miközben hatalmas állami fizetést kapnak, hogy én egy nyilvánvaló elmebeteg vagyok, mert a szabad kővességet még kutatni se érdemes, mert semmiféle hatásuk nem volt. Na most hát itt van ez a két legújabb kötelem, Karácsony pár napja jelent meg, Ország bomlasztó szabadkönyvesség, ország hódító, és tavasszal lesz a harmadik kötete. Ez szabadkönyves forrás publikáció. Tehát ugye az ember éveken át jár a levéltárba, azért is fáj a derekam szerintem, tehát ennek is ők az okai, viccből mondta természetesen, hogy dokumentumokat kigépeltem, amiket én fontosnak tartok, és 7 témakörben szabadkülönbség és a politikai élet, szabadkülönbség és az oktatás, szabadkülönbség és a nemzetiség kérdés. Dokumentumokat közlök, minden dokumentumhoz egy fél oldal, úszve másfél oldalas előszót írtam, és szinte soronként, tehát nem soronként, de oldalanként több lábjegyzetben bemutatom, hogy tehát ilyen még nem volt a magyar történetírásban, hogy forráspublikáció volt sok, de szabadkőmes iratokat még nem hoztak nyilvánosságra. Majd egy-két dolgot mondok, mert ugye az előadásomnak az a cím, hogy politizáló szabadkőmesség. Van is egy ilyen kötetem, a Jászi Oszkár által alapított Martinovics Páholy, amely most is működik egyébként Budapesten,
pontosan ugyanolyan célokkal, stb. Van honlapjuk is, amit nem érdemes elolvasni, mert az semmi nincs, csak hogy ők humánusak, meg támogatják a szegényeket. Egyébként a szegények támogatásában van valami, könyveimben erőlök, most erre nem akarok kitérni. Boros Péter kapcsán az Antal kormányban ő volt az az egyetlen ember, akivel fontos nemzeti ügyekben annak idején, amikor még belügyminiszter volt, sőt miniszterelnökségi államtitkár, titkosszolgálatokat is felügyelte. Csak egy ügyet mondok önöknek, amit mindenki ismer, gondolom, a Kalasnyikov ügy. A Kalasnyikov ügy, az három ember csinálta, nem mondom kik, az egyik voltam én, mint honvédelmi államtitkár, a belügyi, meg a még egy államtitkár, és hát nehéz volt, de lényeg az, hogy kaptak fegyvereket a horvátok, és meg tudták védeni, a horvát állam függetlenségét és önállóságát. Engem Boros Péter hívott ebben az ügyben. Tehát tényleg, ha nem lenne föltéve ez az előadás, akkor a részleteket is elmondanám, de senkit nem akarok nagyon megbántani, kivéve az MTA történészeit, de ővel meg nem foglalkozott. Na, tisztelt hallgatóim, 1831-et mutat az órám, tehát fél hét múlott egy perccel, igen. Ugye ez már a reformkor, mindegy, én az órámat évszámnak. A helyzet az, hogy arra gondoltam, hogy egy pár percben, mert mondta alelnök úr, képviselő úr, hogy lehetnek kérdések. Én önmagamat unom, azonban a kérdéseket imádom, tehát kérem, hogy ha valaki, de nem mondta, a kérdéseket is fölveszi? Még a választ is. Tehát elegem van a szólásszabadságban. Na mindegy. Tehát arra gondoltam, hogy röviden összefoglalom a magyarországi szabadkőművesség periodizációját, tehát korszakolását. Majd lesz erről egy külön kötetem. Ez a tizedik szabadkőműves kötetem, és ma összeszámoltam, hogy még talán három lesz. És akkor 13 monográfia, az már, ha nem is sokat, jelent. Olvastam az újságban, hogy én egy semmire kellő vagyok, mert csak 11 000 dokumentumot fotóztam le és tettem a gépemre. Félreértették, én több 100 000 dokumentumot elolvastam, csak ennyit tartottam fontosnak. Tehát mindegy, tehát a helyzet az, hogy a magyar történetírás jelen pillanatban nem képes arra, néhány embert leszámítva. A legnagyobb magyar történész az ideológiailag nem biztos, hogy így van, tőlem jobbra ül önökkel szembe, Popé Gyula, ezt mindig el szoktam mondani, most is elmondom. Így gondolom. Az a precizitás, pontosság és az a nemzeti szemlélet az ritka. Na. Tehát a szabadkönség periodizációját elmondom, és akkor ebből kiderül az, hogy amikor majd a dualista korszak 51 év, 1867-1918 október beszélek, akkor kiderül, hogy mit is jelent az, hogy politizáló szabadkőművesség. Ha megengedik, arra nem fecsérelem a drága idejüket, hogy a szabadkőművesség történetéről, a nemzetközi szabadkőművességről és ilyen témákról beszéljek arról, hogy Angliából indult el, pillanat futótűzként elterjedt az egész világon, és sok országban régen is, meg most is teljesen kockázatmentesen dolgoznak a szabadkőművesek, amelyek, én nagyon sok szabadkőműves által írt könyvet olvastam, nem tudom, tudják-e, hogy a magyar országgyűlési könyvtárban, ahova 10 évvel ezelőtt körülbelül volt belépőm nem csak a könyvtárba, hanem a Széchenyi terembe, ez a képviselők számára föltartott ilyen kisebb kutatóterem, szuper módon felhasználva, és nem 3 nap múlva, hanem 8 perc múlva mindent hoznak az embernek. Tehát zseniális. Aztán visszavonta a házelnök úr azóta se tudom miért a belépőmet. Na és ott óriási szabadkönyves gyűjtemény van. Tudják, hogy az első világháború előtt, ez majd mindjárt korszakolásból, periodizációból kiderül, a parlamentnek körülbelül olyan
8-9%-a, a 10%-a sose ért el, hogy akkor 440 és 444 volt a Magyar Királyság. Szóval az Európa egyik komoly birodalma vala, országgyűlésének a tagja, és olyan 10%, 8-9%-a képviselő volt mindegyik pártban. De erről majd később. A helyzet az, hogy gondolom önöket is az érdekli, ami egyébként engem is, hogy most mi a helyzet. Most. Majd egy nevet biztos mondok, sokkal többet tudok, de ha neveket mondok, akkor 10 percen belül lekövetkeztetik bizonyos emberek, hogy honnan tudom. Tehát ez meg egy lehetetlen állapot. Igen, ja, a könyv, hoztam mindegyik könyvemből, a Szabadkönyvség Trianon előtt az örökre elfogyott, az 5. kiadása, de talán majd még lesz, majd meglátjuk, de mindegyikből hoztam egyet, ezekből meg 10-et. Akit érdekel, és nyomott áron lehet kapni, és hogy jó üzlet legyen az önök számára, dedikálom a könyvet, mert úgy többet adnak érte az antikváriumban. Tehát megéri meg. Hosszú. Tisztelt hölgyeim és uraim, a magyarországi szabadkövetség periodizációja. Az első magyarországi kettő páholy ugyanabban az évben, 1749-ben alakult meg. Az egyik, ahogy a mondjuk a Momentumnak nem tudom mi az újságja, ahogy ott mondanák Romániába és Szlovákiába, de csak visz persze, Brassóban egy német nyelvű 100 páholy, irataik is németek, már ami kevés megmaradt, és Pozsonyban a szintén német nyelvű páholy. Ugye Pozsony, ez Popé professzor tudja legjobban, zömmel német lakta volt sokáig, Brassó meg nagyon, még a magyar időkben, tehát a dualizmus idején is. Innentől kezdem, 1749. Ezek a páholyok ilyen jótékonykodó, filozófálgató polgáremberek tagságából állt. Politikai tevékenységük nem volt, legfeljebb olyan, hogy a brassói városház ott a főtér közepén, az a gyönyörű, most volt ott Brassóban előadásom, 3-4 héttel, 5 héttel ezelőtt, mindegy. Ebben egy óriási román várost csináltak egyébként Brassóban, mindegy, tavasszal megint megyek. Szóval ottan elintézték maguknak, hogy a város kitől vegyen zabot. És akkor, ha szabadkönyves volt a pénzügyi főnök is, meg a zabkereskedő, akkor el tudta intézni. Tehát a szabadkönyves tagság, én találtam olyan levelet, nincs ebbe benn, mert nem olyan jelentős, hogy hatalmas nagymester testvér, a főmesternek, a nagymesternek ez volt a megszólítás, hogy hatalmas nagymester testvér, kérlek írd meg nekem a szabadkönyves építési vállalkozókat, mert szeretnék velük komoly üzleteket lebonyolítani. Szóval volt ilyen is. Az első periódus 1749-től 1795-ig tart. Ugyanis akkor itt kezdődik a szabadkövesek politizálása, az 1880-as, főleg a 90-es évek első felében Martinovics apát, Martinovics és társai, Hajnóci és a többiek kivégzik őket, ugye megfogja őket az akkori titkosszolgálat és a rendőrminisztérium, és a vérmezőn levágják a fejüket, kivégzik őket. A programjukat természetesen olvastam, a nagy francia szabadkönyves forradalom hatására mindenféle modernizációs elképzelések vannak, de azt úgy gondolták volna, hogy abba az osztrák-magyar monarchia lehet, hogy belebukott volna. Tehát nem engedték őket tovább. Hát nagy politikai tevékenységet nem végezhettek, mert az első pillanattól kezdve lefülelték őket, voltak közöttük, akiket be is szervezett az akkori titkosszolgálat, tehát nagy eredmény nem értek el. Bezzeg Jászióz Kálé, de még ott nem tart. A második periódus, ugye 1795-től az első betiltástól, háromszor tiltják be őket eddig Magyarországon, 1795-től 1867-ig tart. Hát ugye ez a reformkort megelőző időszak,
aztán maga a reformkor, 1823-tól 48-ig a forradalom, szabadságharc. Nincs szabadkőmes páholy Magyarországon. 48-ban akkor próbált a Kossuth Lajos és a Fény hajnala, vagy valami ilyesmi ilyen romantizáló stílusú névvel ellátott páholy szervezni, és elküldték a valamelyik német nagypáholyhoz, hogy hagyja jóvá az alapszabályt, de közben a német forradalmat is vették, meg a magyart is, és nem lett belőle semmi. De a reformkorban, és ez nagyon érdekes, mert a magyar első liberális nemzedék, tehát a liberalizmus az a magyar reformkorban van, bizonyos magyar liberálisokat, akkor még cucilisták, szocialisták, nem nagyon voltak kommunisták, meg még nem, meg egyáltalán nem, például Bese Ferenc, most mindegy, hogy mondok-e neveket, senki nem ismeri. Többen, tehát a reformkorban Magyarországon divattá vált az utazás. Tehát azok az urak, hölgyek nem annyira, azok az urak, akik tudtak utazni, tehát volt elég pénzük hozzá, már építettek vasútvonalakat, voltak hajóutak, azok utaztak és sok mindent láttak. Csak egy példát mondok, Széchenyi István gróf, akit a barátai, ugye Steffi gróf, meg a barátnői, tehát csak mindegy, Steffi grófnak neveztek, meg a barátja az erdélyi Veselényi, ő báró volt, ugye? Igen. Veselényi báró, tehát két fiatal arisztokrata elmentek, és hát Londonba mennek az egyik, hogy mondjam csak, hát szóval nyilvánosság házból mennek a másikba, és ott a Temze. És ott egy híd rajta. Ezek megállapítják, ezek a legények, hogy bakker, hát ott a Duna sokkal szélesebb, mint a Temze, voltak a Temze partján. Nagyon beépített, botrányosan, hogy néz ki. De mindegy. És Lánchíd, Széchenyi Lánchíd, ugye? Tehát, ha jár az ember külföldön, ott lehet tanulni. Nagyon érdekes. És ez a Bese Ferenc is járt Olaszországba, stb. Ekkor már, tehát a magyar reformkor, amikor létezik, akkor már Franciaország, ugye a nagy francia szabadkőves forradalom után már teljesen szabadkőves fertőzötté válik, és azzá válik Olaszország is. Itt most megszakítom önmagamat, mert muszáj egy különbségtételt elmondjak, hogy érthetővé váljon az, amit majd most mondok. Tehát az Európai Szabadkönyvesség szakirodalma, amit én, hát azt nem lehet elolvasni mind, mert nagyon sok van, de azért sokat is olvastam, azt mondja, és valószínűleg így is van, hogy az Európai Szabadkönyvesség a 19. században két nagy irányzatra válik szét. Ezek kapcsolatban vannak egymással, meg gyűlölik is egymást. Most Magyarországon a két nagypáholy ugyanezt teszi, majd mindjárt mondom, ha odaérünk. És van az angol típusú, most hogy skót rítus, meg milyen ezt most hagyjuk, nem, ez könyveimben benne van, akit érdekel, az angol típusú, ahol a Szent Biblia, az ott van a főmester asztalán. És van a francia típusú, ahol a Szent Biblia ott volt, csak levették. Magyarországon egy csáki gróf, csáki, nem az Albin, hanem a egy másik, benne van a valamelyik kötetemben, javasolja azt, egy magyar arisztokrata, hogy vegyük le és helyébe tegyük oda a szabadkönyvesség alkotmányát. Hát ugye a szabadkönyvességnek van külön alkotmánya, paragrafusokban, sok jogász volt közöttük, ezt írtak. A szabadkönyvesség első alkotmányát az angol szabadkönyvesek csinálják, egy Anderson nevű lelkész, hát ez közismert, 1820-ban vagy 21-ben megbízást kap, és 1723-ban megírja. Ilyeneket ír ez az angol szabadkönyves tiszteletes úr, hogy normális ember nem lehet olyan szabadkönyves, aki nem hisz Istenbe. Ugye nem kell magyarázzam, meg nincs is rá időm, hogy a franciák meg azt mondják, hogy hát Istent hagyjuk, kedves testvérek, mert nem létezik, és ami nem létezik, az már nem kell foglalkozni. Biblia kuka. Ők nem így mondták. A Magyarország, a francia, latin, tehát francia, olasz, magyar, ez az Európa három nagy, ilyen biblia ellenes, keresztény ellenes társasága. Egyébként csak érdekességképp mondom, biztos sokan tudják, hogy történetileg is, meg napjainkban is
az angoliai és a svédországi. A múltkor 11 nap alatt 8 előadásom volt Svédországba, rémisztően elfáradtam, de rákérdeztem, hogy úgy van-e, és úgy van, hogy a királyi ház egyik hercege, vagy valamelyik magas beosztású tagja, a nagymestere a szabadkönyvességnek. A nagymestere az egyes számú vezető. Tehát ott ugye az érthetően más a helyzet, mint például a francia, az olasz, vagy a magyar szabadkönyvességnek. Szintén érdekességképp mondom, hogy a magyar nép csinálta azt a szép népdalt, hogy mikor Garibaldi felmegy egy nagy hegyre, vagy hogy is van ez? Régen tudtam. Na, Giuseppe Garibaldi, szabadság hérosza és fárosza, a legmagasabb 33-as fokozatú olasz szabadkönyves volt, és amikor az olasz nagypályok összebalhéztak, akkor csináltak egy olyan szervezetet, mint az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottsága, és annak a vezetője lett a szabadkönyves nagypáholyok bizottságának lett az első számú nagymestere, Giuseppe Garibaldi. Tehát nagyon érdekes dolog. Garibaldi egyébként írásos levelében megmaradt, én olvastam, ő fölvetette azt a tisztársainak, Tür István altábornagynak például, olasz királyi altábornagy, be is mutatta ő felségének az olasz királynak, hogy urak, szedjük össze a csapatokat, most még együtt vannak, ugye miután az olasz függetlenségi háború végbe ment, támadjuk meg a Vatikánt, lőjük szét ágyúval, romboljuk porig, és annyi a kereszténységnek, az egyháznak. Giuseppe Garibaldi, ugye? No, tehát most a magyar szabadkönyvesség ebbe a durván keresztény ellenes vonalba ment vele, majd ennek az okait mindjárt elmesélem. 1846, hát igen. Tehát két periódusról beszéltem. A harmadik periódusa a szabadkőmességnek 1867-ben kezdődik, amikor a 67/12, meg az osztrákoknál is egy hasonló kiegyezési törvénycikkel létrejön a dualista birodalom, ahol a hadsereg meg a külügy közös, és a kettőre fordítható pénzügy, és egy darab uralkodó van, Ausztriában Kaiser, Magyarországon meg király. És egy érdekes dolog történik a szabadkönyvesség kapcsán, mivel hogy a magyar királyi belügyminiszter, ki is az első magyar miniszterelnök? Gróf Andrássy Gyula. Az idős Gróf Andrássy Gyula, aki emigrációban volt, és ott belépett egy francia szabadkönyves páholyba, hát ő anyanyelmi francia volt, arisztokraták voltak, sok nyelvet tudtak, és amikor hazajött, akkor mindjárt megalakult, és miniszterelnök lett, akkor mindjárt az ő kormányának a belügyminisztere engedélyezte a szabadkönyvesség újra szervezését Magyarországon, és azonnal 1868-tól több tucat szabadkönyves páholy megalakult. A harcoló szabadkönyvességben, a régi puha fedelűben is, meg a kemény fedelű kiadásban is benne van hátul egy térkép, hogy hol voltak Magyarországon szabadkönyves páholyok, meg stb. A lényeg az, hogy az osztrák belügyminiszter pedig fenntartotta az 1795-ös betiltási rendeletet. Ausztriában nem volt szabadkönyvesség. Erre mi történt? Hát Ausztriában is voltak, szerettek volna sokan szabadkönyvesek lenni. Bécs és Pozsony között valami mennyi, 70 kilométer van körülbelül? 65-70, nem tudom pontosan. Építettek vasútvonalat, ugyanis azt engedélyezte a magyar szabadkönyves nagymester, hogy az ausztriai, tehát osztrák állampolgárságú, mert volt külön osztrák, meg külön magyar állampolgárság, olyan, hogy monarchia állampolgárság nem volt, hogy az ausztriai szabadkönyvesek Pozsonyba járjanak át, ott alakítsanak páholyt, és ott tartsák a két hetente a páholy munkájukat. Ezek voltak az úgynevezett határszéli páholyok, 12-16 volt, néha egyik megszűnt, akkor újak alakultak, stb. Majd ők csinálják meg 1918 őszén az első osztrák független szabadkönyves nagypáholy, ami még most is működik. No tehát a
1867-től de facto, de jure, inkább 68-tól kezdődő periódusban a szabad könyvességgel nagyon érdekes dolgok történnek. Röviden elmondom, de szerintem ez a lényege. A mostani budapesti szabadkönyves páholyoknál olvasom a honlapjukon, én rendszeresen olvasom a honlapjukat, ők megolvassák a könyveimet. Tudomásomra jutott, hogy nem, még csak nem is utalhatok rá, hogy hogyan és miként, hogy rendszeresen megbeszélik az én könyveimet. Hát ez őrület. Ez olyan, mint a itt van, hoztam egy-egy, ja nem az Erdélyen, Nagyváradon egy pár évvel ezelőtt engem fölkeresett Nagyvárad mellett egy kocsmába történnek a jó dolgok, nem fogják elni, hogy kicsoda, a Nagyváradon működő román nyelvű szabadkönyves páholy főmestere. Hát mondom, ez meg akar ölni. Nem, meghívott egy sörre, és engedélyt kért tőlem, ott volt egy nagyváradi ismerősöm, barátom, hogy kettő könyvemet lefordítsák románra, és a román szabadkönyvességen belül körözzék. Adok-e engedélyt? Adtam. Mit kérek már, hogy mennyi lejt vagy eurót? Mondtam, hogy semmit. Úgyhogy lefordították két könyvet, és a román szabadkönyvességen belül tudják melyik könyvet? A Harcoló szabadkönyvesség, ami a zömmel a nagyváradi páholyról szól, a másik pedig azt hiszem az Adi 1 vagy Adi 2, mert 4 Adi könyvben van, majd az ötödik az talán jövőre megjelenik, bár meglátjuk. Tehát érdekes dolgok vannak, hihetetlen. No tehát a harmadik periódus az a dualista 51 év, 1867-től, 68-tól, 1918 őszéig, pontosabban Magyarországon 1920 májusáig, mert akkor tiltja be majd az első hortista kormány Simonyi Szemadam Sándor, magyar királyi miniszterelnök, belügyminisztere dr. Mayer Mihály, egy jogász ember betiltja a szabadkönyvességet, majd mondom az indoklást, hogy miért is tiltotta be. Hát ezek demokraták, liberális demokraták, csak segítik a szegényeket, stb. Hát volt ott más is. És itt jön a politizáló szabadkönyvesség. Most elmondom önöknek, hogy a magyarországi, tehát a dualizmus idején a szabadkönyves, illetve általában, talán ebben az idézetben is volt róla szó, hogy, úgy volt róla szó, hogy háromféle történész létezik. A könyvben nem írtam le, vagy a kiadóm hagyta ki, de én azt szoktam mondani, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy férfi, nő és más, bár így is megközelíthető a dolog. Na most ideológiailag, ugye a 19-20. századi Európában három ideológia, eszmetörténeti irányzat, magyarul ideológia, így szoktuk meg, küzd egymással. Kettő baloldali, egy jobboldali. Az, hogy baloldali meg jobboldali, ez politikai kategória. Én azonban nem politikai kategóriát használom, hanem azt mondom, hogy a két baloldali, a két nem konzervatív keresztényes, a liberalizmus és a szocializmus. Mindegyiknek megvan a túlhajtott radikális vonulata, ugye Jászi Oszkár Martinovics Páholy a liberálisoknál, és a szociknál pedig a Kunfi Zsigmond meg a satöbbi, ők is a Martinovics Páholyba. Hoppá! Hogy ez hogy a csodába van? Ez úgy van, hogy a Károlyi kormány, na, majd a végén, nem, ha oda jutok, most nem előregezem meg, akkor elkanyarodok. Tehát az a helyzet, hogy, és van a harmadik ideológia, az a konzervativizmus. Isten az a család. Rendkívül egyszerű. No, a helyzet az, hogy mi történik a politizálással a dualista korszakban, ebben a harmadik korszakban. Bocsánat, nem. Először végigviszem a periodizációt, hogy meglegyen a történelmi folyamat. A történelm az nem dátumokból áll, a történelm az folyamatokból áll. Én úgy neveztem el a förmedvényeimben, hogy folyamatelemzés. Hát úgy lehet megérteni valamit, hogy azt megelőző folyamatot földerítjük részletesen napról napra, hogy mi a csuda történt. No, tehát először a periódot, tehát 20-ba betiltja május 17-én, vagy mikor ez a Mayer Mihály a szabadkönyves szervezetet, és a Horthy korszakban nincs szabadkönyvesség. Ez a negyedik vagy hányadik periódus. Horthy korszakban nincs. Na most a múlt héten, vagy két hete, vagy mikor,
olvastam egy érdekes tanulmányt, ezt most tették fel a netre, két pécsi ember írta, pécsi, most Pécsen a Zsolnai nevű szabadkönyves páholy működik. Zsolnai Vilmos, a nagy gyáros, ő szabadkönyves volt, de hát ha mindenki olyan jó ember lett volna, semmi gond nem volt vele, semmi politikai dolgot nem csinált, csak jó csinált, meg szép porcelánokat már akinek tetszik. No, a helyzet az, hogy ez a két pécsi ember nem írják, hogy szabadkönyvesek, csak mindent sorba 46-szor dicsérik őket, tehát azok. Tehát egyértelmű. Ők leírják, és ez új kutatás, én böcsülök, tehát én minden kollégát, aki újat hoz, azt tudom böcsülni, leírják, hogy a Horthy korszakban mit csináltak a szabadkönyvesek, ebbe a betiltott korszakba. Hát azt csinálták, hogy ilyen vendéglők külön termét kibérelték minden két hétben, vagy havonta egyszer, és ott ilyen, nem, ezek nem szabványos páholy munkák voltak, mert nem volt engedélyezve a szabadkönyvesség, de úgy csináltak, mintha egy páholy munkát, tehát szabadkönyves, hivatalos összejövetel. Tehát az asztal főre odaült a sörre mellé a volt főmester testvér, 7400, nem egészen 7500 szabadkönyves volt az első világháború előtt, a betiltás előtt. Hát abból, mit tudom én, 1000-2000 meghaltak, de még 5000-en maradtak biztos, vagy 5000-6000 közötti számba, és őket folytatták a munkát. Tartották a kapcsolatot, és egyebek, és majd 45 után, amikor az orosz hadsereg végig a szovjet hadsereg végig süvít itt Magyarországon, akkor utána még a Károly Mihálytól is találtam egy nyilatkozatot, amiben kárhoztatja a Horthy fasisztákat, hogy betiltják a szabadkönyvességet, meg akkor felemelik a fejüket. Ma mindjárt odaérek. A Horthy korszakban, de érdekes dolgok történnek, mert volt a Bethlen István gróf, magyar királyi miniszterelnök. 921 áprilistól 31 augusztusig, ha jól mondom. Itt mellett tőlem jobbra a két lábon ülő, hanem álló, ülő lexikon. Tehát 10 évig és 3,5 hónapig volt Bethlen gróf miniszterelnök, és amikor volt egy ügy talán a népszövetségi kölcsön, vagy amikor küldtek ki delegátust, egy delegációt, és Bethlen azt mondta, hogy tekintélyes szabadkönyveseket küldjünk ki. És a szabadkönyvesek becsületére legyen mondva, hát mondjuk próbálták volna nem csinálni, de becsületükre, tehát elismerem, kimentek és segítették a magyar királyi kormányt, ami azt jelentette, hogy segítették a magyarországi konszolidációt. Ezek egy része zsidó volt. És itt egy kis történetet éppen most írtam be, most Seton Watsonról, Scotus Viatorról írok 3 könyvet, az egyiket már leadtam, a másikatnak a közepénél vagyok, tegnap értem el a 200 000 leütést. Írtam be lábjegyzetbe ezt a kis történetet, hogy tehát a zsidóságnak a furcsa kétarcú szerepe, de majd Jászé kapcsán elmondom, hogy csak most ide tartozik, hogy volt Aradon egy Wertheimer úr nevű zsidó nagytőkés. A második, harmadik legnagyobb virilista volt, tehát legnagyobb adót fizette, és automatikusan bekerült a Arad vármegye úgynevezett közigazgatási bizottságába. Ez a bizottság, és akkor volt az alispán, első alispán, második alispán, és a főispán a kormány kiküldötte. Na és volt egy Charles de Rothschild, Rothschild Károly, egy francia báró, aki ugye zsidó fiú volt, és ez közismert, és ők 1815-ben kaptak nemességet, és ez a fiú, Európa egyik leggazdagabb embere, mindjárt mondom, hogy milyen szenvedélyei voltak, elhatározta, hogy egy olyan zsidó lányt vesz feleségül, aki régebben kaptak nemességet. És hát megnézték, hogy ki, és rájöttek, hogy a Wertheimeréknél, a távoli magyar királyságban, ott van egy szépnek mondott lány, de meg kell nézni személyesen a lányokat, mondják a Rothschildok, és oda utazott, mert ráadásul kapott egy hírt, lepkegyűjtő volt. Tehát képzeljük el egy Rothschildot, aki szalad a lepke után, hopp, meg vagy. Csak hát nyilván nem magyarul van. A feleségű vette ezt a Wertheimer Rózsikát.
Nemes Kürti ír előre egy szép kis könyvébe egy fejletet. És hát ugye ők, mindegy, a végét mondom a történetnek, jön Trianon, Párizsba óriási esküvő, mindent. Jön Trianon, és amikor Bethlenék próbálják konszolidálni a Magyar Királyságot, akkor tudják, ki támogatja őket a legjobban nyugatról? Ez a Wertheimer Rózsika. Rothschildné Wertheimer Rózsika. Az ember esze megáll. Tehát ugyanakkor pedig találkozok a levéltárba több tízezer olyan irattal, amelyben zsidó baloldali szabadkönyvesek Magyarország keresztény magyar nemzetállamot akarják szétgyilkolni. És most erről fogok egy kicsit beszélni, mert enélkül érthetetlen a szabadkönyvesség története. Szegfi Gyula a Három nemzedék című könyvében sok kiadás van, nekem a 35-ös van meg, azt mondja, hogy három magyar liberális nemzedék volt a történelmünkben. Egy első liberális nemzedék a reformkorban, Kossuth és a többiek, Vasvári Pál, stb., akik megcsinálják a reformkort, a liberális szabadság, stb. Nem részletezem. A második liberális nemzedék fémjelző neve, vagy fényes neve, Deák Ferenc. Ő és a társai, Ötvös József Báró, akit a barátai elég hülye néve Pepi Bárónak neveztek, mindegy, ők megcsinálják a kiegyezést. Történelmi jelentőségű. És folytatja Szegfi, van a harmadik liberális nemzedék, az 1890-es évektől alakul ki, részben a szabadkönyvességen belül, a budapesti páholyokon belül, Demokrácia Páholy, Ötvös Páholy, Ötvösről Páholyt neveznek el egyébként. Ez a Jászi Oszkár és csapata. Diner Dénes József, majd a Károlyi kormányban Jászi miniszter lesz, Diner Dénes József külügyi államtitkár lesz. Ki a fene ismeri ma közülünk a Károlyi kormány minisztereit és államtitkárait? Hát például én, majd mindjárt mondom. A helyzet az, hogy a szabadkönyves politizálás az akkor kezdődik, amikor az 1890-es évek első felében, elején szabadkönyves országgyűlés, tehát olyan országgyűlési képviselők, akik szabadkönyvesek voltak. Méghozzá mind az ellenzékben, tehát a függetlenségi párt nevű ellenzékben, ennek lesz majd Kossuth Ferenc, meg utána, meg, amikor meghal Kossuth Ferenc, Károlyi Mihály az elnöke, mind pedig a szabadelvű pártba, ami ugye 905-ben vagy 6-ban, vagy mikor szünteti meg Tisza gróf, mert elveszítik a választást. A helyzet az, hogy beadnak egy törvény, beadnak öt törvényjavaslatot, ez az úgynevezett egyházpolitikai törvénycsomag. Az egyik a zsidók emancipációjáról, a másik arról, hogy hogyan kell kiadni a kis született gyerekeknek az anyakönyveket, hogy akkor... Polgári anyakönyv. Polgári anyakönyv. Polgári esküvő. Polgári esküvő, ezt akartam mondani. Vallásszabad gyakorlása. A vallásszabadság, igen, addig is megvolt. Na mindegy, a ötödik nem jut eszedbe véletlen? De. Ha eszedbe jut, mondd be. Nem akartam felsorolni a törvényeket, de például akkor vezetik be azt, hogy ha el akarok venni egy hajadont, akkor először el kell menni az állami anyakönyvvezetőhöz. Én csak utána mehetek el a paphoz, ha akarok. Hát te se egyértelmű. Hát az emberek nem mennek egyszerre, elmennek az államihoz, utána mennek kocsma, ebéd, megy a házasság. Aztán a jóisten áldása az meg ki tudja, hogy hol van. No, tehát a helyzet az, hogy ezeket a törvényeket én leírom a nem tudom már melyik kötetembe, valamelyik szabadkönyves kötetembe foglalkozok velük, most nem, nincs idő, sokat beszéljek. Ezeket az egyik budapesti, talán a Demokrácia Páholy egyik ülésén foglalkoztak vele, és ott olvasom a szövegbe, ezekben a kötetekben nincs be, mert annyira nem lényeges, hogy kedves testvérek, hely, emlékeztek rá az 1894-95-ös parlamenti évadba, a mi testvéreink írták az egyházpolitikai törvénycsomag törvényei, stb. Stb. Tehát az egyetemi tankönyvekben ez nincsen benne, mert akik írják most Budapesten az egyetemi tankönyveket, azok erről nem tudnak. Az én könyvemet meg nem olvassák.
Tehát ez az ő bajuk, csak hát szóval azért az ifjúságnak, egyetemi ifjúságnak el kellene mondani ezeket a tényeket is. No tehát a helyzet az, hogy a harmadik liberális nemzedéknek a tagjai azt érzik, hogy 1894-95-ben az öt törvény elfogadásával a király nem akarta aláírni. Nyomást gyakoroltak Ferenc Jóásra, ez óriási nemzetközi botrány volt, hogy mi zajlik Magyarországon, és végül is aztán aláírta a király, hagyjuk Ferenc József szerepét, mert messze vezetne, ha elkezdeném elmondani róla a véleményemet. A lényeg az, hogy a harmadik liberális nemzedék szabadkönyves tagjai úgy érzékelték 1914 előtti másfél évtizedben, 1900 és 1914 között, hogy nagy sikert értek el, tehát nekik kell és lehet is politizálni. Na most itt egy megjegyzést, egy jogi megjegyzést teszek. Amikor Magyarországon két nagypáholy volt, egészen 1886-ig, igen, csak baj van a könyvekkel, mert csúszkálnak az asztal. Kettő nagypáholy volt Magyarországon. 1886-ban egyesültek. Pulszky Ferenc volt az egyik nagymester, és Jovannovicsi György, kultusz államtitkár volt a másik nagymester, egy balkániról Magyarországra, Budapestre menekült macedoromun, ahogy ők mondják, macedoromán kutvasz vlahosz, ahogy a görögök mondják ezeket a macedorománokat. Szóval ennek a családnak a leszármazottja, rendes, becsületes magyar állampolgár volt, csak hát román volt szegény. Az akkori Romániában magyar államtitkár nem volt. Világos. A helyzet az, hogy egyesült a két nagy páholy, és ekkor a magyar királyi belügyminiszter kiadott egy 5 vagy 8 pontból álló, már nagyon hiszem, könyveimben benne van, engedélyt. És ebben benne van, hogy a szabadkönyvesek kötelesek betartani a törvényt, ez mindenkire kötelező, viszont nem foglalkozhatnak vallási, egyházi és politikai kérdésekkel. Na most ezt szegi meg a harmadik liberális nemzedék, mindegyik szabadkönyves tagja. Ugyanis elkezdenek politizálni. És itt most muszáj a dualista korszak szabadkönyves céljairól egy pár mondatot mondanom. 1906-ot mutat az órám. Ebben az évben, 1906-ban lép be Jászi Oszkár és 6 vagy 7 társa a budapesti demokrácia páholyban a politizáló szabadkönyvességemben a Fidesz sárga borítós, mert bocsánat kifejezésért, a Martonics páholy története. A harcoló az a Nagyváradi László király páholy. És a helyzet az, hogy milyen cél, kialakítanak maguknak célrendszert. Tehát tudni kell, hogy a szabadkönyvesek a társadalomnak a műveltebb, iskolázottabb rétegét adták. Tehát ezek nem sötét emberek voltak, csak más voltak az elképzeléseik. És kialakítanak politikai célrendszerüket, kialakítják az oktatási rendszerre vonatkozó elképzeléseiket, és mindenféle, ahogy a két könyvben van, 7 témakörben, több témakörben kialakítják, de én 7 témakörre hoztam iratokat. Na most csak egy-két példát mondok, hogy mi volt az elképzelés. Az volt az elképzelés, hogy mint ahogy Franciaországban olyan törvényeket hoztak, hogy a második-harmadik törvény utáni második-harmadik képviselőházi választás után a francia parlament minden vezetője, elnök, alelnökök, kvesztorok, ott mindenféle ilyen latin elnevezések voltak, a francia szenátus mindegyik vezetője, ebben a valamelyik első vagy második kötetben nevekkel ezeket a dokumentumokat én hozom, tehát akit érdekel, elolvashatja, hogy ennek a mintájára Magyarországon is olyan törvényeket kell hozni, amelyek lehetővé teszik, ha nem is mindjárt, de hossz belátható középtávon, nem hosszú, hanem középtávon, az, hogy Magyarország is olyan szabadkőművesek által vezetett ország, állam, kormány, parlament, felsőház, alsóház legyen, mint a franciáknál. És a legfontosabb politikai követelésük, céljuk az általános titkos, községenkénti választójog volt. Amit akkor úgy mondtak népszerűen, hogy az általános titkos. Na most az általános titkos választójogról nekem az a véleményem, hogy Európa egyik tönkretevője. Tetszenek tudni, én ezt már sok helyen elmondtam talán itt is, én a Nyolckertben a Teleki téren lakom.
Hát a nyolc, nem jártak már a Nyolckertelki téren? Tehát a helyzet az, hogy hogy mondjam, csak nem nagyon magyar barát világ az, és hogyha én ott kinézek a negyedik emeleten, vörösbor, szivar, akkor én ott mindenféle bűncselekményt látok. Látok lopást, rablást, néha egy-egy gyilkosság előfordul, de azt még én nem láttam. Látok ott nemi erőszakot, általában nem erőszak, de erőszak is van, szóval ott minden van. Na most, hogyha ezek az emberek választójogot kapnak, akkor csak demográfia kérdése és időkérdése, ha ők kerülnek többségbe, akkor ők mondják meg, hogy ki legyen az Orbán Viktor. Már bocsánat, a magyar miniszterelnök. Tehát ez egy veszélyes kétélű fegyver, és megalakítják a választójogi ligát, az országos választójog titkos ligája, tehát a sajtóban a választójogi liga szerepel, és ez úgy szerepel most is az egyetemi tankönyveinkben, mint a haladás egyik legfontosabb célkitűzése. Na most én ilyenkor mindig azt csinálom, hogy megnézem, hogy kik szervezték ezt, és kik a tagjai, kik a vezetői. Még véletlenül is se szerepel közöttük olyan ember, aki nem szabadkönyves. Tehát kizárólag szabadkönyvesek. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog. Nagyon furcsa, mert annyi politika történetet hadd mondjak, hogy 1903 és 5 között Tisza István gróf alakít kormány, de megbukik. És a király nagy politikai válság alakul ki, mert a függetlenségi párt, az ellenzéki párt, amely nem föltétlenül 67-es, tehát dualista hívő, félő, hogy hatalomra kerül. És ekkor a király kinevezi a Darabont testőrség fehérvári tábornokot, köszönöm, felejtem a neveket. Volt egy öreg professzorom, mérei akadémikus az egyetemen a 70-es években, és ő is felejtette, és egyszer letette a szemüvegét, fiúk, ne haragudjatok, ez a marxizmus szenilizmusból az egyik. Írtózatos nagy kommunista volt Mérei Gyula, Isten nyugtassa, már rég meghalt. Na, tehát a helyzet az, hogy fehérvári tábornokot, Fehérvári Géza, ugye, jól mondom? Fehérvári kinevezi a király miniszterelnöknek, aki a Darabont testőrség, ez egy speciális királyi testőrség volt, meg a parancsnoka. Egy tábornok, mint magyar miniszterelnök. Hát ilyen csak Romániában van ez a mostani Csuka, generálul Csuka nevű úriember, de őt legalább megválasztották. Na mindegy, és ez a tábornok, mint miniszterelnök, egy Kristófi nevű urat kinevez belügyminiszternek, vagyis a király, kinevez, mindegy, és a Kristófi pedig bejelenti, hogy a magyar kormány célja az általános titkos választójog. Ezzel mindjárt meg is buktak. Tehát vidéken verték meg a híveiket, stb. Az egyik Adi könyvemben írom, hogy szegény Adit, a kormány, a miniszterelnöki sajtó iroda főnöke, egy Weiss, Vészi József nevű kiváló sajtós ember, aki abszolút keresztényellenes és magyarellenes akkor. Egy zsidó ember. Tudják, mi történik vele a 20-as évek végén? Horthynak az egyik legjobb embere lesz. Horthy kinevezi a főrendi ház örökös tagjává. Tehát nagyon érdekes, nagyon furcsa dolog. Na mindegy, hosszú, csak érdekességeket mond. Imádom a történelmi pletykákat, bocsánatot kérek. Tehát az a helyzet, hogy Adi, ez a Vészi, oda viszi Adit. És Adi havi 600 koronát kap, egy akkori református segédlelkész évi 800-950 koronát kapott. Tehát hihetetlen, hogy a miniszterelnök közeli emberek milyen óriási fizetéseket kaptak régen Magyarországon. Ha érték, mire gondolok. Na tehát a helyzet az, hogy az általános titkos kormányprogrammá válik, és érdekes, hogy személy, tehát ez fárasztó, kutató, filosz munka, viszont a végét mondom, a szabadkünvesek, mint a mézre a macik, vagy a mézre a méhek oda röppennek, és abszolút úgy érzik a magyarországi radikális szabadkünvesek, általános titkos, stb., amit mondtam, célrendszert, hogy most eljött az ő idejük. És most meg tudják csinálni francia mintára a szabadkönyves államot. És még ő felsége a király is.
támogat bennünket, hiszen ő nevezte ki, ugyan törvénytelenül, alkotmányellenesen fehérvári tábornokot miniszterelnöknek. Azonban hát olyan tömeglázadás történik a kormány ellen, hogy a király végül elfogadja a nem tudom hányadik lemondását ennek a fehérvári tábornoknak, és akkor a szabadkőség is visszahúzódnak. És a következő lépés, ja és még például az oktatás kapcsán. Az oktatás, ugye mondtam, hogy a célrendszerről egy pár mondatot mondok, a politikai célokról sok volt, még most ennyi legyen elég. Oktatási célkitűzés. Itt nagyon sok dokumentum van, erre nézem, még szegény Csabán Samut is előveszem. Ez a Csabán Soma egy keresztény néptanító volt, Csabán Samut ér van itt valahol Budapeste, és ő azt szerette, voltak jó célkitűzései, és a szabadkövesek mellé álltak. Tehát nagyon érdekes, tehát a Csabán Samu témát, ezt én rendbe rakom itt a dokumentumokkal, meg a lábjegyzeteimmel. Tehát a helyzet az, hogy a szabadkönyves páholyok irataiból azt lehet kiolvasni, hogy ők meg akarják szüntetni az egyházak által fönntartott teljes iskolarendszert. Utána néztem, itt írom is valamelyik jegyzetembe, hogy mennyi középiskola volt Magyarországon. Hát valóban a 180-ból 150 egyházi fönntartású volt. A pontos számok azok most csak fejre hasraütve mondom. És a népiskola, ugye az általános iskola akkori neve népiskola volt, a népiskoláknak meg nagyon sok nagy százaléka egyházi fönntartású volt. És az volt a szabadkönyves koncepció, hogy meg kell szüntetni, és minden iskola állami fönntartású legyen. Miért is fontos ez? Mert akkor az állam de facto a kultuszminiszter mondja meg azt, hogy mit tanítsanak, mi legyen a tanterve, hogy legyen a tanmenet, stb. Kössük csak össze a politikai célt, meg az oktatási célt, hogyha szabadkönyves miniszterelnök lesz, szabadkönyves kormány lesz, majd a Károlyi kormány szabadkönyves kormány, még ott nem tartunk, akkor ők adnak egy szabadkönyves oktatási minisztert, és akkor ők mondják meg, övék az ország. Egy nagyváradi iratba olvasom, ezt elfelejtettem beletenni, de most elmondom. Kedves testvérek, mondja egy nagyváradi szabadkönyves, tudjátok meg, hogy aki az oktatás, azé az ország. Teljesen így van. Teljesen így van. És amikor nézem a, hogy hívják azt a híres magyar pezsgőgyárat, Törlei. Nézem Törlei tanárnőt a tévébe, hát akkor nekem ezek a szabadkönyves sztorik, pletykák mind eszembe jutnak. Na tehát, a helyzet az, hogy csinálnak mindenféle tanárszervezeteket. A Martinovics Páholyban volt egy egyébként keresztény ember, cigány, csak zével, Zigány Zoltán, budapesti, magyar királyi, állami, népiskolai igazgató úr. Egy tanító ember, és ő rábízták, a szabadkőves nagypáholy vezetői, hogy szervezzen mindenféle ilyen szép nevű, nemhogy tanítanék, most ezek a vicces ilyen komoly tanárszervezeteket. És be is léptek sokan. Ugyanis azzal úgy dolgoztak a szabadkönyvesek, hogy aki belépett, az kapott segélyt. Sose tudta meg, hogy a segélyt a ötvös báróra elnevezett páholytól kapott segélyt. Tehát egy néptanító fizetése a magyar királyságban, tehát Gárdonyi nem véletlenül mondja, hogy a nemzet napszámosa, 1250 korona volt egy évre. Egyszerűen kérteni? Egy évre. Tehát abból csak éhen halni lehetett. Tehát rémtörténet. Tehát az a helyzet, hogy a szabadkönyvesség rendkívül átgondolt célrendszerrel dolgozott. A nemzet is utolsó, és akkor 1918-at mutat az órám, azonnal befejezem. A szabadkönyvesség és a nemzetiségi kérdés. Ebbe a fehérbe, ez jóval vastagabb, mint a másik, egy külön fejezetet szenteltem ennek. Ugyanis a nemzetiségi kérdésnek volt egy kiváló szabadkönyves szakértője Magyarországon, aki 1912-ben egy ilyen 600, de legalább 500 oldalas nagy monográfiát publikált, Jászi Oszkár. E könyve miatt lesz majd, többek között meg a kapcsolatai miatt lesz majd 18. október 31-én a nemzetiségekkel
való ügyek megbízott minisztere 19. januárig is, akkor más helyre kerül. Tehát az a helyzet, hogy Jászék azt mondták, és ez már-már az Acél Györgyi, meg a, tehát hogy a románok meg a magyarok azok nem haragszanak egymásra. A lényeg az, hogy legyünk békébe, testvériségbe, a nemzetiségek kapjanak meg mindent, amit csak akarnak, mert akkor majd megbékülnek. Na itt van a tévedés. Kapjanak meg mindent, persze, csak nem békülnek meg. Hát ismerjük majd, ha befejezem a visszalévő 3-4 könyvemet, Szabadkás, akkor majd az erdélyi helyzetről írok valamit, méghozzá pont ezt, hogy csak egy történet, hogy érzékeltessem, mit akarok mondani. Volt egy Ioan Slavici nevű erdélyi román értelmiségi. Ő írt egy durva cikket, és államfogházba bezárták, mit tudom én, 3 hónapra. És mellé kapott egy cellatársat, egy fiatal srácot, aki párbajozott, összemiszlikbe aprított valami katonát, úgy hívják, hogy Herceg Ferenc, magyar író. Herceg leírja valamelyik memoár kötetébe, mindjárt befejezem. És azt mondja Herceg, hogy Hűvös sokat... Hűvös Völgy című kötetében, Hűvös Völgy. A Hűvös Völgybe? Nem tudod, hányadik oldalon? 90. Nem tudja. 92. 90. Én a 93-ra emlékeztem. Na mindegy. És azt mondja a Herceg Ferenc, hogy sokat beszéltem, próbáltam ezt a szlávis nevű román embert meg, hogy azért Magyarországon van jó is. Hát 2 hónapomba telt, vagy 1 hónapomba telt, amíg meggyőztem, mert a belügyminiszter engedélyezte, hogy az akkor Erdélyben terhes felesége a Váci börtön mellé egy házba költözhessen, és bemehessen a férjehez, meg a férjét is kiengedték, stb. Azt a Szlávicsot. És azt mondta nekem a Szlávics, írja Herceg, hogy Magyarországon 2 nagyszerű dolog van, a belügyminiszter úr, meg a tejcsarnok vállalat. És amikor megmondtam neki, írja Herceg Ferenc, hogy figyelj, hát próbáljunk már megbékélni románok, magyarok, hát itt vannak jogaitok, stb., akkor azt mondta neki, hogy kedves író úr, elmondom önnek, hogy nekünk, erdélyi románoknak az az érdekünk, hogy minél jobban sanyargassanak bennünket, mert hogy is fogalmaz? Te szó szerint tudod idézni a 93. oldalt. Nem mondom meg. Tehát, hogy nekünk románok, mert akkor tudjuk ezt fölhasználni Magyarország ellen. Tehát gyakorlatilag, miért is mondtam ezt a példát, hogy cáfoljam Jászit. Tehát olyan, hogy román-magyar megbékélés olyan nem volt soha, és nincs is, és nem is lesz. Majd egyszer lesz, hogyha az erdélyi kérdés becsületesen elintéztetik, úgy, ahogy azt én gondolom a területi revízióval. De a lényeg az, hogy itt most megállok a szabadkőmes célrendszerbe, politizáltak. Még egy mondat az utolsó fejezete ennek a fehér, tehát a második kötetemnek, hogy 1913. októberében Jászi Oszkár minden törvény megszebbe azt javasolja, közlöm a dokumentumot, kedves testvérek, csináljunk egy politikai pártot. Nagy vita keletkezik, hogy hát nem szabad, mert tiltva van 1886, és a végén megcsinálják. Megcsinálják, Jászi lesz az elnöke, 1914 tavaszán, nyarán bejelentik, azt nem, hogy Szabadkőmes Martinovics Páholyba csinálták, csak azt, hogy egy új párt alakul. Hát aznak egy szabad országban lehet új pártot alakítani. Adi a budapesti országos radikális párt elnökségi tagja lesz egyébként. Nem csinál semmit, de a neve ott, mint a fárasz, ugye? És a helyzet az, hogy amikor eljön ennek a periódusnak a vége, megalakul a Károlyi kormány, Károlyi Mihályt, amikor József főherceg 18. október 30-án Kurbis telefonon fölhívja, kegyelmes gróf, legyen szíves följönni hónap reggel korán hozzám a várba, mert fogom önt miniszterelnöknek bízni, akkor Károlyi meg, gondolom, a főherceg nézett Károlyi grófra, mint csóka a piros kukoricára, mert ott volt mellette 2 szabadkönyves, Jászi Oszkár és Kunfi Zsigmond. Ennek egész története van, egyszer külön írok erről egy tanulmányt, de nincs időm rá sose. A lényeg az, hogy megalakul a magyar történelem szabadkőmes kormánya, ugyanis 4 miniszter, a kormánytól közül 4 miniszter
és 8 államtitkár, 4 meg 8 a 12 szabadkönyves páholytak. A 12-ből 2 kereszténynek született ateista, 10 pedig zsidó ember, de ők is ateisták. Értik? Tehát azt írom a könyveimbe, hogy és 3 párt van benne, a Károlyi párt, a függetlenségi párt, amely nagyjából minden eszméjét feladott, ugye? Körülbelül úgy képzeljék el, mintha a Mi Hazánk holnap szövetséget kötne a Jobbikkal. Tehát nonsens, ugye? Tehát, bocsánat, elnézést kérek, alelnök úrnak, ébresztőként mondtam. Ez az ébresztő vicc. Tehát az a helyzet, hogy a Károlyi kormány az én megítélésem szerint a magyar történelem első liberális, Jászi párt, szocialista, Szozdem párt, liberális, szocialista, szabadkönyves és zsidó kormánya. Tehát az a helyzet, hogy a szabadkönyvesek meg a zsidók azok ugyanazok jelen esetben. Na most a zsidóságról annyit, tehát távol áll tőlem, hogy minden zsidóról ilyesmiket mondjak. Én csak és kizárólag a szabadkönyves balos zsidókról és a liberális zsidókról beszélek. Tetszelek érteni? Tehát nem szeretném, ha félreértés lenne belőle. De úgyse lesz. Kivéve az internetre föltezik ezt az előadást, már úgy is lesz. De ez nem az én dolgom, ez az ő dolguk. A helyzet az, hogy ugye Károlyékról tudjuk, hogy mi történik. A magyar történelem első szabadkönyves kormánya 1918. december 22-én Bőn Vilmos, aki nem volt szabadkönyves, csak szoci, háztartási gépügynök volt, ha jól tudom, a kis Bő. Írógépügynök? Írógépügynök. Hát az értelmiségi foglalkozás. Na mindegy, aláír egy parancsot a hadseregnek, ezt a Jelenszky István Trianon, 4 részes Trianon filmjében, amit egy fideszes, semmire kellő Pap Dániel nevű MTVA vezérigazgató egyszerűen betiltott. Tehát egy cenzúra, ember, cenzúra. Na, ebbe a filmbe kinagyítottam a dokumentumot, Jelenszky István kinagyította a dokumentumot, mert benne van, hogy azt a parancsot kapja az összes fegyveres erő és testület, hogyha ellenséggel találkoznak, ugye minden irányból románok, csehek, szerbek támadták a magyar népköztársaságot, ugye? Magyar Népkárolyék 18. november 16-án magyar népköztársaságot csináltak az 1000 éves királyságból, ugye? Ez önmagában véve tragédia. Tehát, hogy tegyék le a fegyver, kössenek átadás-átvételi egyezményt papíron, tehát december 22. December 24-én 2 nap múlva kivonul a Kratochwil-féle csapat Kolozsvárról, mert erre kapott parancsot. Románok mosolyút ezredes vezetésével 2 román dandár bevonul. Letörnek minden magyar feliratot, levernek, botoznak, stb. Tehát ez nem akármiről szól ez a történet. És még benne van ebben a parancsban az is, hogy adják át a fegyvereket a magyarok, mielőtt visszavonulnak, és adják át az ellenségnek a lőszereket. Na most én nem nagyon ismerem a magyar hadtörténetet, de ilyen parancsot nem adott ki. Ez olyan, mintha Nándor Fehérvárnál összehívta volna a katonákat Hunyadi hadvezér, és azt mondta volna, legények, fegyvert add át a töröknek. Tehát nonsense. És akkor könyveket írnak arról, most nem mondok történész neveket, hogy a Károlyék milyen modernek, meg demokraták, meg stb. Voltak. Na, a helyzet az, hogy az utolsó periódus, és ezzel fejezem be 1928 előadásomat, egy-egy mondat csak, 1945-ben újjáalakul a szabadkönyves szervezet, Féja Géza történész, reformkorász. Jó könyveket olvastam tőle még egyetemista koromban. Alakítja újra, és 1950 júniusáig működik. 1950 júniusában, ezt a parlamenti könyvtárban olvastam egy szabadkönyves által írt könyvben, remélem jól írta le az ember, a Rákosi elvtárs kapott egy levelet a Sztálin elvtárstól, tudják, a Dzsugasvili Jóskától. Abban benne volt, hogy kedves Rákosi elvtárs,
Hát már mindenhol betiltották a szabadkövességet, Magyarországon megműködik ez, meg hogy van. És akkor a Rákosi megparancsolta a belügyminiszternek, a Kádár eltársnak, én olvastam a Kádár által aláírt betiltó dokumentumot, hogy betiltani és összeszedni az iratokat. 920-ban Mayer Mihály belügyminiszter is összeszedette az iratokat, és most a világ összes országai közül egyedül Magyarországon, az országos levéltárban lehet kutatni a szabadkönyves iratokat. Igen, nagyon érdekes. Na és a helyzet az, hogy 950-től 989-90-ig nem volt szabadkönyvesség, ugye ez a második ilyen periódus, és nem tudom pontosan, mert nincs rá dokumentumot, hogy már a német Miklós kormánya engedélyezte-e, vagy pedig az Antal kormány, valószínűleg tartom, az Antal kormány, de ebben nem vagyok biztos, mert ezt is, meg azt is hallom is, meg olvasom is. Az akkori belügyminiszter, a Horváth Balázs nekem jó emberem volt, tehát nem voltunk barátok, de jó, jó, de ezt nem mondta. Azt elmondta, hogy a belügyminiszteri dolgozó szobájában két hatalom lehallgató készülékeit találta meg egy osztrák cég. De erről nem beszéltünk. Kit érdekel? Most többet tudnék róla. Tehát a helyzet az, hogy azóta működnek páholyok, a 90-es évek második felében megalakult a napraforgó páholy egy Balaton felvidéki villában. Ennek egyik vezetője, alapítója Schmidt Mária asszony, a sokszoros főigazgató, és egyebek, gondolom, hogy kapcsolatot tartja a szabadkőves szervezet és a mostani magyar kormányzat bizonyos személyei között. Más személyei között meg nem. Neveket tudnék mondani, most Magyarországon két nagy páholy működik. Az egyik a magyar szimbolikus nagy páholy, ezek a nemzeti erők, és a másik meg a magyarországi Nagy-Orient Kulturális Egyesület, mindenkinek van honlapja, tessék beírni, kidobja, csak nem érdemes elolvasni, mert semmi nincs benne, csak mindenféle ilyen bolondságok. Ők pedig a gonosz ellenzék. Van most is Magyarországon egy Márton László nevű úr, elvtárs úr, hozta haza Párizsból a kommunizmus idején ott működött régi újraélesztett Martinovics páholyt, ez most is működik. De most van például Jászi Oszkár páholy is. Ugye a pécsi páholyt mondtam, Szegeden az egyetemen nekem mondták, ott tanuló fiúk ezelőtt 10 évvel, hogy ott a legjobb fiúkat, lányokat pécézik ki, és elbeszélgetnek velük tanárok, akik szabadkönyvesek. Igen. Tehát rendkívül érdekes. De más magyarok is, tehát Magyarországon kívül, tehát az idegenek által megszállt területeken is működnek szabadkönyves páholyok. Most nem szeretnék 100 évig a bíróságra járni, de például az RMDSZ egyik korábbi vezető személyisége az olyan magas fokozatú volt, hogy olyan magas fokozatú szabadkönyves volt, hogy egészen megdöbbent tőle az ember. És így tovább, és így tovább. Nekem van egy sajtónyilatkozatom a 990. január első napjaiból, hogy kedves szabadkönyves testvérek, akik még éltek, jelentkezzetek Kolozsvárot itt és itt. Tehát ott is, tehát magyarok között is kőkeményen működik a, nem csak a hídgyülekezete, ugye, Marosvásárhelyi polgármestere, hanem a szabadkönyvesség is. Tehát az a helyzet, kedves hölgyeim és uraim, 1932-t mutat az órám, ekkor az én unoka nagybátyám lett Magyar Királyság miniszterelnöke, Vitéz Jákfai és Terescsénfai Gömbös Gyula. Reá emlékezve köszönöm meg a figyelmüket. A könyveim azok lényeges engedménnyel kaphatók, és többi üzleti ajánlatomat pedig már ismerik. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm tanár úrnak ezt az ízelítőt, amit kaphattunk a szabadkönyves kutatásaiból, az országhódító szabadkönyvesekről, bár így Marsalkó nyomán azt gondolom a világhódító szabadkönyvesekről is néhány szó esett, legalábbis mondjuk az angliai gyökerekről. És hát ahogy mondtad, a narancsszínben pompázó, politizáló szabadkönyvesek
ről is ejtettél néhány szót. Az elején ígérted, hogy fogsz mondani, tanár úr, egy nevet. Végül is mondtál többet is, mondtad Schmidt Máriát is. Törleinél is valamire asszociálnunk kellett, úgy éreztem, voltak erős célzások. Ezt szeretted volna mondani, vagy még tartogatsz nekünk? Vagy elég lesz az a célkereszt, amit már most így magadra irányítottál, a szabad könyves páholyok által, ennyi mára elég akkor. Köszönöm szépen, akkor átadom a kérdés lehetőségeit a közönség számára egy mobil mikrofon keretében. Zoltán vagyok, és szeretném megkérdezni a tanár úrtól azt, hogy tekinthetők-e a szabadkövesek titkos szervezetnek, ha tekinthetők titkos szervezetnek, ezt milyen módon tudták megvalósítani? Tehát vagy pedig ez egy teljesen nyílt szervezeteknek tekinthetők-e a szabadkövesek, és tehát hogy hogyan, vagy ha nem volt itt, akkor ezt milyen módon valósították meg azt, hogy ne legyen nyilvános, tehát mennyiben tekinthetők ezt így? Igen. Ez egy régi vita. Szabadkövesek sokan azt mondják, hogy ők tulajdonképpen nem titkos szervezet, hiszen hát országvilág előtt csinálják a rendezvényeiket. Persze, csak ha a dokumentumaikat elolvassuk, Európa minden országában titkosak a szabadkönyves dokumentumokat. Miért nem én csak azt kérdezem szerényen, mint illatozó ibolya a fűbe, hogy tessék mondani, miért nem tetszenek feloldani a szabadkönyves levéltárakat? És akkor ennyi. Tehát a szabadkönyvesség egyértelműen titkos szervezet, és hogyha a jótékonyságon túl bármi más csinálnak, ami a társadalmat, a politikai életet, a kultúrát, a művelődést és az oktatást illeti, az titkos beavatkozást jelent. Tehát ahol szabadkönyvesség működik, azokat az országokat én nem tudom demokratának tartani. Igaz, hogy a demokrácia az engem annyira nem teljesen hidegen hagy, az egy mesterséges kitalálmány, mert mióta ember volt, ember lesz, azóta olyan nincsen, hogy születéskor egyformák és ugyanazok vagyunk, attól kezdve pedig különbözőek. Titkos szervezet, tehát ez egészen biztos. Látom tehát azért lehet elemezni a munkáikat, és vagyok én képes, hogy elemezzem, mert ők akkor azt gondolták, akik ezeket a dokumentumokat elmondták, és a páholyjegyzők leírták, hogy sose kerülnek nyilvánosságra. És tessék megnézni, a múltkor Szegeden hívtak egy ilyen katolikus körbe több előadásra, ott végighallgatott egy öltön nyakkendősen 35 körüli fiatalember. És a végén szólt, hogy tanár úr ön azt mondja, hogy csak Magyarországon nem titkosak a dokumentumok. Hát mondom, igen. Azt mondja akkor, tanár úr nem tudja, hogy Angliában most adjuk ki mi, ő. Most adjuk ki a 18. századi irataikat. Hát mondom, ezt tényleg nem tudtam, pedig azt mondja, hogy már olyan 80-100 von Sterling gém már meg lehet ilyen nagy vastag között, már meg lehet kapni. Mondtam neki, hogy először is fogalmam se volt erről, mert nem néztem régen a szabadkönyve angliai részleket, másrészt nincs annyi pénzem, harmadik rész pedig, és megkérdeztem tőle, és ő elmondta, hogy ő a Szegedi Egyetemen volt oda valósi család, és ösztöndíjat kapott valakiktől, nem mondta, hogy kiktől, csak gondoltam, Angliába, és ott beszervezték szabadkönyvesnek, és ő az egyik Kelet-Európa szakértőjük. És eljött, és engem letolt. Pedig hát tényleg, hát 100 millió szabadkönyves kötet jelent meg, mindegyiket nem lehetséges elolvasni. Nekem elég az, ha a magyarországi szabadkönyvességet, de van itt egy kötetem, a Szabadkönyvesek Köztársaságai, hoztam egy párat, az egy éve decemberben jelent meg, az a magyarországi szimbolikus, tehát a magyar szabadkönyvesek, és a nyugati szabadkönyvesek kapcsolatait mutatják. És bebizonyítom benne, hogy Magyarországon is azt akarták csinálni, mint amit Portugáliában. Portugáliában pedig azt csinálták, hogy egy francia típusú szabadkönyves államot csináltak, miután 2008-ban megölték a királyt, 2010-ben pedig a királynőt és a kisebbik fiút, mert a trónrököst is megölték. Ezt részletesen leírom. 908, mit mondtam? 908-ban, köszönöm, igen. És 2010-től egy jó darabig Portugália olyan szabadkönyves állam volt, mint, és üldözték, tehát ebben a kötetemben leírom. Tehát az a helyzet, hogy, és
És aki ezt az egészet csinálta, Magelhaes de Lima, nagymester, az 900, nem tudom már mikor írok a könyvembe, hogy 12-ben eljött Budapestre. És a Martinovics Páholyjal fölvette a kapcsolatot, előadást tartott, meghívta őket a Nemzeti Közi Kongresszusra. Tehát teljesen egyértelmű, hogy mi történt. Egyébként a portugál merénylő, csak egy érdekesség, és már be is fejeztem, írom a könyvembe a részleteket, hogy a portugál király, a felesége, meg a nagyobbik, meg a trónörökös fiú, meg a kisebbik sász, ő még kiskorú, 17-8 éves volt, hajóval megérkeztek, és mentek végig nagy virág özönbe ott a fő utcáján Lisszabonnak, és egy merénylő, aki karbonária tag volt, de ez kiderült, ez a Magelhaes Limától tudjuk, hogy, és most már Magyarországon magyarul elolvasható, hogy ők bérelték föl ezt a fiatalembert, aki egy pisztolyjal odament, és agyonlőtte a királyt, utána agyonlőtte a trónörököst, és agyon akarta lőni a királynőt is. És a királynő, ja nem, bocsánat, a kisebbik fiút, és a királynő látta, hogy ezek ott fekszenek halva, tessék elképzelni, és eléje akart ugrani, és egy nagy virágcsokor volt a kezében, és arra ráütött a fejére a merénylőnek, és mellé ment a golyó. A kicsi fiút nem tudta megölni, másnaptól ő lett a király, rendkívüli parlament, tehát rém történet ezeket rét. És amiért mondom ezt a történetet, hogy is vannak itt az összefüggések? Ugyanis a királynő, ez a virágcsokros királynő, ez egy Bourbon lány volt. A francia akkori trónkövetelőnek a húga vagy nővére, könyvemben benne van, azt nem húga. Tehát, ha megölik a Bourbon királynőt, akkor valószínűleg a franciák is megszabadulhattak volna. Tehát ez egy rémes nemzetközi összefüggés. Tehát a szabadkövetség tevékenységének olyan összefüggései vannak, ami miatt titkosan tudnak csak működni. Ez egy hálózat. Ha csak szép tevé, ha csak a szegényeket támogató alap, ha csak ingyen kenyér egyesület, ingyen te egyesület, azt lehet nyíltan is csinálni. Igen. Teljesen egyértelmű. Bocsánat, hogy ilyen hosszú voltam. Igen. Hátul az úr jelentkezett, ott leghátul, igen. Két kérdést szeretnék feltenni. Kicsit közelebb. A mikrofont így szembe, ne így, hanem így. Az egyik kérdés az, hogy Európa, én két könyvét olvastam sokkal beszélőnek, és két könyv elolvasása után egy hiányérzet alakult. Egészen pontosan azt nem értem. Így elértem akarni a mikrofont, így. Igen. Nem vagyok celebesen is. Az a hiányérzet alakult ki bennem, hogy azt nem értettem meg, hogy a szabadkőművességnek a pénzügyi vagy a ellátottsága hogyan működött. Tudnék, ehhez a dologhoz, hogy egy Podnovici utcában egy székházat megvásároljanak, és olyan állapotban hozzák, amilyenben a lefoglaláskor volt, ehhez rengeteg pénz kell, és egyéb dolgokhoz is, ezt csak belájban mondtam, és ez a professzor könyvéből nekem nem ez, hogy torkoljon le, ha nincs igazam, akkor mondja meg, hogy mit olvassak el, mert bevallom, hogy mind a 10-valahányat tanulvastam át nagyon sokat. Ez az első kérdésem. A második kérdésem, ez nem a szabadkőművesekhez kapcsolódik. Elolvastam Lukacsics Géza altábor nagynak az emlékiratait, nyilván ön is olvasta, és én írtam hozzá az előszót. Ja, erre már nem emlékszem. Jó. És ebben van egy olyan, nem mondat, hanem egy fejezet, ami arra, engem egy mondat a lényege, hogy 1918 év elején a bécsi vezérkar elvette a bíráskodás jogát a frontparancsnokoknak. Ez ugye, ha itt tovább gondolja az ember, mit jelent, ez azt jelenti, hogy ebben a pillanatban az akkori kommunista propaganda, ami már megindult ugye a fronton, büntethetetlenné válik és meggátolhatatlan. És ez itt nem is érdekes, hanem nekem az a érdekes, és megmagyarázom, hogy ez a bécsi vezérkarból hogyan jöhetett. Hisz ugye az egy hadsereg főparancsnoksága volt, aminek az volt a célja, hogy a háborút a monarchia nyerje meg.
Ez pedig egy olyan cselekedet, ami ennek pontosan az ellenkező irányában. Ez... Nem lehetett. Tehát az első, hogy a szabadkönyvesség és a pénz, ezen én nagyon sokat gondolkodtam. A 10 könyvem közül egyikbe sincs semmi, de nem azért, mert nem érdekes, mert rendkívül fontos a kérdés. Nincs rá dokumentum. Minden szabadkönyves páholynak minden évben kellett egy úgynevezett évi jelentést csinálni, januárban a visszamenőleg. A Martinovics páholynak több ilyen, tehát 12-es, 13-os évi jelentését én írom, nem az egészet. 7 pontból állt az évi jelentés, milyen rendezvények voltak, új tagok, régi tagok, kilépés, stb. És a 7. pontban a páholy anyagi lehetőségei. Ott kis összegek szerepelnek. Minden szabadkönyvesnek kellett kétfajta adót fizessen, az egyiket a páholy számára, páholy tagsági díj, mondjuk nevezik így, a másikat pedig a nagy páholy költségeire. Tehát ami a Hotel Misteribe volt, tudják, a Podmaniszki 45-ben volt a nagy páholyház, most Hotel Misteri. Igen. Én a múltkor bementem, napot kívánok, ugye ez volt a nagy páholy székház. Egy fiú meg egy lány voltak ott. Azt mondja, igen, tudták a fiatalok. És mondom, hát itten ugye bizonyára nem lehet itt bemenni. Hát mondom, dehogy is nem. Végig fotóztam az egészet. Van egy gyönyörű nagy terem, az volt a nagy páholy, ott voltak az évi közgyűlések. Legalább 500 ember belefért. Ott most talán, ha jól emlékszem, a vendéglő van, vagy valami ilyesmi. Igen. Na, tehát... A Hotel Misteri és szabadkönyves jelképek vannak kitéve. Tehát a szabadkönyvesek megvették most és üzemeltetik. Na most visszatérve az anyagiakra, a helyzet az, hogy a működtetés az valóban sokba került. Amíg a nagypáholyház nem épült föl és nem készült el, addig béreltek vendéglő, külön termeket, stb. Az pénzbe került. Amikor elkészült a nagypáholyház, hát az milliós összegbe került, tehát az óriási összegbe került. Nem tudok rájönni, hogy honnan kaptak pénzt. Azt tudom, hogy voltak közöttük gazdag emberek, Sándor Pál, Degenere, Schlesinger, a budapesti villamos vasutak és a hívnek az igazgatója, meg stb. Valószínűleg adakozásból, de nem tudom. Nem találtam egy olyan iratot se, ami az anyagi viszonyaikra, már pedig úgy nem nyilatkozhatok, hogy hát ezek tele voltak pénze, amikor nem tudom. Viszont muszáj, hogy... Nyilván adományokból, ahogy itt elől mondják, de muszáj volt, hogy legyen pénzük, mert máskor nem tudtak volna fönntartani a rendszert. Az épületet, a bérleményeket, a rendezvényeket. Hát tömérdek rendezvényük volt. Tömérdek ingyen kenyér egyesület. Ki fizette a kenyeret? Kivel süttették? Ki fizette a buzát? Hol, melyik malomba, stb. Mind tömérdek milliós összeg, és nem tudok rájönni, mert nincs dokumentum. Ez a válaszom. A másik, hogy az Army Oberkommando AOK ugye kiadta vagy megkapta a parancsot a vezérkartól, vagy hogy is volt ez? Igen, amit ön mondott, hogy elvette a hadi törvényszéki jogot. Jól értem, ugye? Én úgy látom, hogy olyan végtelenül hatalmas nagy propaganda ment a hadsereg ellen, hát gondoljon csak a Galilei körre. A Galilei kör az ötvös páholyhoz volt bekötve. Én ezt az iratok ott vannak a számítógépemen, majd a harmadik kötetben lesz erről szó, mert ők voltak azok, akik bevonultak egyen-ketten közülük katonának, mint fiatal tisztek, mert ezek mind tisztirangot kaptak természetesen, és röplapokkal mentek a kofferbe, és szólták, hogy katonák, ne álljatok ellen az ellenségnek, legyen végre béke, meg stb. Tehát a harcoló hadsereg ellen a legsúlyosabb bűncselekményeket a katonai, a KBTK, ahogy magyarul rövidítették, a katonai büntető törvénykönyv szerint elkövették. És nem történt ellenük semmi. Ez csak úgy lehetett, hogy olyan emberek voltak vagy a vezérkarban, vagy az Army Oberkommandóban, tehát a legfőbb tábornokok beosztottai között, akik hát árulók voltak. Ez egy,
ezt én nem kutatom ezt a témát, tehát az alapdokument, tehát el kellene menni a Haushof und Kriegsarchivba Bécsbe, és el kellene olvasni 100 000 német dokumentumot. Ez kellene, mit tudom én, 10 év, és akkor vagy kibukna, vagy nem bukna ki. De hát az árulók azok általában nem hagynak dokumentumot, hogy én most elárulom, hanem csinálják. Egyet ismertem, a Böhm Vilmos parancsát, azt elmondtam. Az nettó hazaárulás természetesen. Ezt nem tudom. Nem a kutatási témám, viszont nagyon fontos, elismerem. Említette az előadása vége fele. Mindegy, tudok hangosabban beszélni, utak el. Mindegy, lehet így hallani? Nem jó, amikor. Jó, köszönöm szépen. Igen. Tehát ön említett az előadásának a vége fele a Szegedi Tudományegyetemet, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt gondolom a legjobb tanítványokat megkeresték ott oktatóegyetemi tanárok, és beszervezték őket, vagy nem tudom, beszélgettek velük. Lehet-e arról tudni valamit, hogy mostanában hogy megy a toborzás mondjuk, tehát egyetemekre koncentrálódik-e? Van-e valamilyen földrajzi kötöttsége, hogy mit tudom én, melyik megyékre szorítkozik például, vagy mondjuk városvidék viszonylatban lehet róla tudni? Illetve az érdekelne még, hogy akik tagok, bár oké, hogy itt most társaságra, kapnak-e előnyöket, gondolom igen, mit tudom én, bemennek a parlamentbe, vagy professzorok lesznek, vagy cégvezetők, vagy valamilyen úton, módon kiváltságosak. Erre utal a kérdésem, de miután nem tudom, nem én kutatom, ezért teszem kérdőjelet mögé. Köszönöm szépen. Igen. A toborzásnak több formája van természetesen, és logikus is, hogy ott van a X Páholynak a honlapja, bárki megnyithatja, akinek van ott van internetje, és ott van, hogy érdekel, rá lehet kattintani egy gombra, hogy érdekel a szabad könyvesség. Rákattint, megadja az e-mailjét, és már meg is van a kapcsolat. Innentől kezdve már megkeresik az illetőt, elbeszélgettek vele, természetesen földerítik, hogy nem küldött embere, mondjuk általam. Az egyetemek különösképpen fontosak a szabadkönyvesség számára, egyetemek, főiskolák, de főleg az egyetemek. Nem csak a Szegedi Egyetem. Nem csak a Szegedi Egyetem. Van egy Pók Attila, ha jól emlékszem a nevére. Azért mondom a nevét, mert ő maga nyilvánosan előadásokat tart, a YouTube-on tessék beírni, és ő elmondja, ő szabadkönyves, és ő stb. Stb. Na most ezek az urak, ezek általában konkrét eseteket tudok. Nyilván nem minden esetben van így, hogy valahogy gyorsabban jutnak előrébb. Ez természetes. Hát kommunizmus volt, 5 évig voltam Szegeden tanársegéd. X Márta, mindegy a nevét, már sokszoros nagymama lehet, ő volt a kis titkár, ő 3 évig volt tanársegéd. Tehát 2 évet nyert a tanársegédi meg az adjunktusi fizetésbe. Teljesen egyértelmű volt, ugye? A helyzet az, erre utaltam az előadásomban, hogy találtam olyan levelet, hogy tessék megadni nekem az építési vállalkozók nevét. Nekem nincs rá mostani dokumentumom, de az emberi természet ez azt sugallja, hogyha ott vannak együtt a Páholyba, akkor segítik és támogatják egymást. Körülbelül ennyit tudok mondani. Mindenféleképpen toboroznak, kétségtelen. Nincs túl sok Páholy Magyarországon, 100-as. Tehát ők azt mondják, hogy 1000 alatt vannak. Én ezt nem tudom ellenőrizni, csak az általuk mondott számot mondom. Egy rövidik kérdésem van. Meg tudja erősíteni, vagy cáfolni, hogy Antal József a Malteroska alatt forgatta és egy mellékmegjegyzés, ami a Boros Péterrel kapcsolatos, akadémiával kapcsolatos. Tetszettek volna kezdetben feloszlatni az akadémiát. Már megszoktam az elmúlt 30 évben, így előadásra, hogy engem tolnak le,
az akkori Antal kormány minden bűne miatt. Ha rajta múlott volna, már be is lenne szántva, sóval, szovátai sóval besózva. Igen. Erről... Ezt kellett volna föltenni a Boros Péternek. Gondolja, hogy nem tettük föl. Ajjaj. Na mindegy. Mi volt a másik? Mi volt a... Antal, jó? Én erről sok mindent olvastam, de dokumentumot nem láttam. Úgy tűnik, hogy igen. Úgy tűnik, hogy igen. De én, tehát amíg nem látom valakinek, mint Adinak, Jászinak, Bölöninek, akárkinek a belépési nyilatkozatát, én történészként nem mondhatok semmit. De amiket olvastam hiteles emberektől, úgy tűnik, hogy igen. Megjegyzem, nekem volt egy pár komoly beszélgetése, mondta Józseffel, négy szem közti. Négy szem közti. Ott a nyomát se, utólag visszagondolva, a nyomát se láttam. De a más környezete, a régi barátai, a külföldi barátai, szóval nagyon erősen én úgy érzem, hogy igen. Jó estét kívánok, hallható? Igen. A kérdésem az lenne, hogy többször említette korábbi előadásaiban, hogy a 90-es évektől fogva voltak olyan revíziós lehetőségek, amik el lettek a tékozolva. Kérdésem az, hogy a jelenlegi szituációban van-e ilyen lehetőség, illetve kapcsolódik valamennyire a jelenlegi előadáshoz, van-e itt szabad külön összeáll? Köszönöm a válaszát. Na, ez egy nagyon fontos kérdés. Van nekem egy előadásom az elszalasztott lehetőségek címmel. Nem tudom, hogy fönt van-e a YouTube-on, mert valakik fölteszik, aztán mások meg leszedik, vagy leszeretik. Hát ezt nem tudom. Abban elmondom a Jugoszlávia fölbomlása körüli lehetőségeket. Nagyon komoly lehetőségek lettek volt, vagyis voltak, csak nem lettek kihasználva szép magyarsággal. Elmondom a Szovjetunió körüli lehetőségeket, ez a Kárpátalja. A Szovjetunió bomlása körüli, ugye a Kárpátalja. Elmondom ebben az előadásomban a Csehszlovákia fölbomlása körüli lehetőségeket. Nagyon komoly lehetőségek voltak. Az a helyzet, hogy egy példát mondok, hogy ebben mások is gondolkodtak, mert én azt gondolom magamról, hogy a magyar történészek közül én vagyok egyedül, közben kiderült, hogy ez nem igaz, mert egy csomó fiatal kollégám, hála Isten, ugyanígy gondolja. Még az én generációban én az egyetlen ember, aki azt mondja, hogy a revízió kell, kész, máskülönben végünk van. Európában ezt én szoktam először elmondani. Európa majdnem minden országában elmondtam, Luxemburgban még nem, de tavaly lett volna, vagy tavaly előtt Luxemburgban előadásom, de a Covid meggátolta. Nem azt mondom, hogy a Covid az egy szabadkönyves kreálmány termény. Ez csak vicc volt természetesen. Most már ketten vagyunk, tessék figyelni, mert most jön a lényeg. Most már ketten vagyunk Európában, akik ezt nyíltan kimondják. A másik embert úgy hívják, hogy Vlagyimir Putyin. Mintha hájjal kenegetnének. Egy példát mondok, és akkor esetleg ezt az előadásomat ajánlom. Nem tudom, fönn van-e a YouTube-on. Ezt szívesen elmesélném például itt vagy valahol. Hogy amikor Mecsiár miniszterelnök bejelentette, hogy elterelik a Dunát, akkor Antal József négy embert magához hivatott. Fürr Lajos honvédelmi miniszter, Isten nyugtassa, nagy semmittevő volt, nagyon, mindegy, tudom, hogy vannak más vélemények is. Nagyon-nagyon becsültem a Lajost, egy nagy szívű, nagyon olyan szónok volt, Szegeden olyan beszédeket mondott, még amikor az MDF államelnök jelöltje volt, 89-90 fordulóján. Ott ültem mellette Szegeden, másik oldalán meg a Bratinka Jóska volt, Vatikán nagykövet már meghalt. Ott sírtak a férfiak. Tehát szívbe markoló, a legnagyobb magyar élő szónok volt a Lajos. Na mindegy, a Fürr Lajos, meg jó magamat, mint civil bagást, ahogy a Kéri tábornok mondta nekünk, két civilt, meg a LK tábornokot, a Magyar Honvédség parancsnokát, és DF altábornagyot, a Honvéd vezérkar főnökét. És azt mondta nekünk, urak, hallottátok a hírt, titkosszolgálati jelentés volt aznap egyébként,
hogy elterelik a Dunát. Ez azt jelenti, hogy elterelik a Duna hajózható középvonalát, ami az államhatár elmozdítását jelenti. Tehát utasításom az, hogy a hadsereg készüljön fel arra, hogyha ezt megteszik, mert amit a Bunyós Mecsiár mondott, az csak bejelentés volt, tehát még nem tették meg, akkor mi Magyarország katonai mozdulatokat tesz. Fú, ez óriási volt. Az egyik tábornok kocsiján mentünk vissza a HM-be, és elhatároztuk, hogy a tatai T-72-es páncélos dandárt emeljük, tehát a készültségi szintet emeljük. És emelték. Tehát lőszer, tehát minden, ami kell egy T-72-es dandárnak. Ugye ekkor jelentek meg azok a hírek, hogy nem szabad megépíteni az Osztrihomi hidat, Osztrihom-Esztergom-Szlováknál, mert hogy majd a magyar tankok azon mennek. Na, az egyik tisztaki páncélos tábornok volt, mondta, hogy a T-72-esek átúsznak a Duna alatt, azt már ott is vagyunk. Úgyhogy nyugi. Na és fölkészült a páncélos dandár, és nem történt semmi. Hozzám jött a két generális, főleg az egyik, hogy ott ülnek a katonáink, a tábornok mindig harcolni akar. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a katona az nem csak szívja az állam pénzét, hanem harcolni akar. Tehát érdekes dolog volt, és gondoljanak bele, hogy ekkoriban már a déli teljes volt jugoszláv térségben háború zajlik. Ölik a magyarokat, hívják be a magyar fiúkat katonának, és viszik az első vonalba. Tehát ebben a bizonyos előadásom majd részleteket is elmondok erről. Tehát az a helyzet, hogy elterelték a Dunát, megváltoztatták a magyar államhatárt, és a miniszterelnökünk hallgatott. Hogy ki mondta neki, hogy hallgasson, vagy ő volt már nagyon beteg, vagy ezt én nem tudom, nincs rá dokumentumom. Nincs rá információm, viszont volt benne egy ilyen elképzelés. Igen, igen. De azt is elmondom önöknek, amit a Koltai Gábornak a Trianon filmében 100 000 évvel ezelőtt elmondtam, hogy volt egy 5 percig tartó kormányülés. Antal összehívta a minisztereket és a politikai államtitkárokat, mi ugye miniszter helyettesek voltunk, tehát a kormányülésen nem szavazhattunk, de minden miniszteri döntést, hát én is kineveztem a Székesfehérvári 5. hadsereg vezérkari főnökét. X tábornokat, nem tudom, éle, hal, mindegy. Tehát az a helyzet, hogy összehívott bennünket, és elővette a kis barna könyvét, minden miniszternek, államtitkárnak volt, fölkérem az ország hatóságait, aki az igazolja magát föl, mutatja, szíveskedjenek mindenben támogatni, stb. Nekem is volt ilyen, meg is van, ott van a könyves polcomon kirakva, ha még megvan. Na mindegy. És a helyzet az, hogy... Bocsánat. Azt mondta a miniszterelnök, hogy urak, egyre többször egyesek közületek nyilatkoznak a trianoni határkérdésről. Tessék tudomásul venni, hogy a dolog nem aktuális, és aki nyilatkozni akar erről, az inkább adja vissza, és fölmutatta a kis barna könyvét, adja vissza a könyvét, mögött állt a R.M. titkárnője, aki a gyógyszereit hozta, nem egyszer láttam. Félmarék gyógyszer, tetszenek érteni? Rémisztő volt. A látvány rémisztő. Adja oda a könyvét a Rózsa Mariannak, a lemondás jeleként fogom kezelni. Tehát a két találkozás, a két tábornok, Fűr meg én, meg e között a kormány... Van kérdés? Nincs kérdés. Mindenki ment a dolgára. Tehát e között valami történt. Nem tudom, hogy mi. De Szofoklész volt 2500 évvel ezelőtt egy részeges görög. Szofoklész. Az Aljász című drámájában, mielőtt a főhős látja, hogy minden elveszett, és a kardjába beledől és megöli magát, azt mondja Szofoklészel, hogy mindent föltár a hosszú végtelen idő, és a napfényen levőket elfedi. Könyveimben ez szerepel egyik másikba. Mi a csodának? Máskülönben ebben a könyvben, amiről itt hallottunk, szó van. Itt van a 155. oldalon. Fölolvasod? Mondd el, Gyula! Elmondod? De kérlek, mondd. Nagyjából ugyanezt mondhatnám. De mondd el te is. Kisebbségi érzésem van, nem mondod. Úgy emlékszik a volt miniszterelnök úr, hogy a kérdés úgy hangzott, hogy aki
nem ért egyet a jelenlegi határok megváltozhatatlanságával, az adja vissza a könyv, a megbízatását, mert jelenleg nem időszerű a határok változtatásában gondolkodni, főleg cselekedni. És akkor Raffai volt az egyetlen, aki visszaadta állítólag, ugye, így emléksz. Így emlékszik a miniszterelnök úr, Boros. Hát lehet, hogy ezt ki tudod bővíteni. Erre csak azt tudom mondani, hogy fiatalkorunk bűneiről, hogy semmire nem emlékszem. A többi az emlékirataimban benne lesz, mert meg kellene írni, mert mindent elfelejt az ember egy idő után. Köszönöm a kérdést egyébként, és az ízelítőt. Valóban itt a Fekete István Szabad Egyetemen is volt betervezve egy ilyen előadás, amelynek a címe pont ez lett volna, hogy az elválasztott revíziós lehetőségek a rendszerváltás óta, hiszen erről kiterjedt kutatásokat is folytatott tanár úr, ezt a Covid diktatúra egy kicsit elmosta, de reméljük egyszer majd sor tudunk elíteni, amikor erről még bővebben is tudunk beszélni, úgyhogy akkor ez maradjon egy kis ízelítő, amit most mondott tanár úr. További kérdések? Tiszteletel köszöntök mindenkit. Azt szeretném megkérdezni, hogy a szabadköveves páha és a Bilderberg csoport között van-e összefüggés? Bilderberg sem. Igen. Bilderberg. Az a helyzet, hogy a kérdést azt nagyon megalapozottnak tartom, de ha tudnám rá a választ, akkor vagy szabadkönyves testvér lennék, vagy bilderbergista. De nem tudom. Nem tudom. Nem zárható ki. Tehát én megértem Bogár László barátomat, hogy nem létező globalizmusról beszél, de azért ennél mélyebb a dolog, mert nagyon sok mindent lehet tudni. Nagyon sok mindenkiről, nagyon sok mindent. Logikai alapon össze lehet kötni, de hát nem tudom. Majdnem biztos, hogy igen, de nem tudom biztosan. Köszönöm. Igen. Van-e még esetleg kérdés? Hogyha nincs, akkor a dedikáció során még természetesen lesz lehetőség négy szem közt akár bizalmasabb kérdést feltenni, aminek a válaszát nem kell 30 évre titkosítsuk, és azt már a kamerán kívül lehet megtenni. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megjelenését, és talán annyi kulisszatitkot elárulhatok, hogy a Fekete István Szabad Egyetem következő fél évi első előadása várhatóan Kassai Lajos lesz, hiszen itt minden hónapban tartunk a Mi Hazánk Mozgalom értelmiségi Holdudvarából egy-egy olyan előadást, ami itt egy kicsit hiánypótló jelleggel is ráirányítja a figyelmet egy-két témára. Február 9-ére tervezzük Hagyomány és modernitás címmel Kassai Lajos előadását, és a következő fél évre is még egyeztetés alatt vannak a programok, hamarosan közzétesszük. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést, és várjuk Önöket a további előadásokra is. És mivel tanár úr figyelmeztetett engem, hogy a névnapját is éppen ma ünnepeljük Raffai Ernőnek, ezért szeretném egy üveg jó magyar borral, az Országház borával is köszönteni tanár urat. Köszönjük szépen még egyszer mindenkinek a megjelenést. Boldog névnapot kívánunk!